Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok srácok! Lehet, hogy egyébként egy deja vu érzése van ezzel a videóval kapcsolatban, mintha ez a videó lett volna egyszer már. Igen, a Feljelentettek című videó egyszer már kiment, viszont a 2 óra 20 perces játékidőből 1 óra 20 perc lett, ugyanis egy pár dolgot az eljárásról tekintettel ki kellett belőle vágnunk, mivel nem akartam ellőni minden puskaport. Bár így utólag nagyon úgy néz ki, hogy igazából ellőhettem volna, mert én ebben az eljárásban gyakorlatilag csak egy biodíszlet voltam. De ne szaladjunk ennyire előre, azon a következő epizódnak a része lesz. Hogy mi változott ebben a videó, mint érdemes megnézni. Rámentek a videó timeline-jára, ugyan a kis piros csíkra, ami itt megy alul alattam. Akkor látni fogjátok, hogy hol vannak benne az új részek. Tehát ki mondjuk nemrég látta, vagy már a könyökén jön ki az előző verziója ennek a videónak, akkor elég csak rákattintani azokra a részekre. Gyakorlatilag ahol egy fekete kocka volt az előző epizódban egy olyan felirattal, hogy az ügyvédem javaslatára ezt én most innen kivágtam, azok a részek ebben benne vannak. Amennyiben pedig nem láttad, vagy már régen láttad, a teljes érthetőség érdekében ajánlom a teljes videó megnézését. Tudom, hogy hosszú, tudom, hogy 2 óra 20 perces, de ezt nem lehet 10 percben összefoglalni. Úgy, hogy minden egyes mozzanat benne maradjon. Kezdődjön ez a fantasztikus maratoni videó, amit nem szerettem volna elkészíteni, de hát az élet már csak ilyen. Úgyhogy nagyobb, hosszabb és vágatlan. Sziasztok srácok! A megszokottól még eltérőbb videóval jelentkezem, mert nyilván sokan észrevettétek, hogy az elmúlt 2 hónapban nem úgy alakult a csatornán a műsor tartalom, mint amit általában megszokhattatok volna. Úgyhogy most egy másik fajta nem megszokott videót fogtok látni itt ebből a fantasztikusan meleg műhelyből. Ugyanis, mint a videó címe is mutatja, hát történt egy kis incidens április 13-án. Ugyanis egy kedves nézőm úgy gondolta, hogy neki feltétlenül bejelentést kell tennie a Vasvár megyei kormányhivatal természetvédelmi és hulladékkezelési osztályán. Igen, ezt olvastam, mert ott van a súgógép. Illegális autóbontás és hulladék lerakás, hulladék kezelés miatt. Úgy bizony. Feljelentettek azért, mert autót szereltem a neten. És hát ezt meg is fogalmazta ebben a szívhez szóló levélben a hatóságnak, amelyet most részben kirakok ide a képernyőre is, és fel is fog nektek olvasni és kommentálni. Meg ebben a videóban még mellé ugye egy ennyi papírt. Szóval, tisztelt hatóság, tisztelt címzettek. Ez a zöld hatóság kukac.vas.gov.hu-ra érkezett. Egy bizonyos K. Adrián nevezetű úriembertől, hogy ez a valódi neve, vagy sem, majd megtudjuk. A közelmúltban több olyan hírre lettem figyelmes, melyben az ügyészség vádat emelt veszélyes hulladék engedély nélküli kezelése miatt, ahol illegális autóbontó működött, vagy illegálisan tárolt veszélyes hulladéknak minősülő roncs autókat tároltak, daraboltak fel. A Vas vármegyei kormányhivatal illetékességi területén működik egy telephely, idézőjelben, évek óta falusi környezetben, gondozott veteményesekkel határolt helyen. Igen, Lajos bácsi veteményese pont a pajtán mellett van. Lajos bácsi lájkolta egyébként az eddigi tevékenységet, nem volt lesz semmi gond. Kérdéses a szétszerelt hulladékautók elhasznált motorolajának és egyéb folyadékainak kezelése, a hulladék gumiabrancsok sorsa. Az egész folyamatot az üzemképtelen, de közúti közlekedésre egyáltalán nem alkalmas járműroncsok beszerzése, szétszerelése, darabolása, akár újra felhasználása és legrosszabb esetben undorító módon közúton való próbálgatása videókon dokumentálva van, amelyet maga a telephely tulajdonosa tesz közzé szórakoztatás céljából. Fene a pofámba. Undorító. Szeretném, ha a tisztelt hatóság eljárna az ügyben és kideríteni, hogy a roncsokból származó elhasznált motorolajak. Nyilvánvalóan meg kell ismételni, hogy hangsúlyozzuk, hogy én ott fröcskölöm az olajat, meg mindent szét fogok baszni, és kiszórom a mezőre az autókat. És egyéb folyadékok a szétdarabolás után keletkező egyéb hulladékoknak milyen sorsa van. Milyen engedélyekkel rendelkezik a tulajdonos, amivel ő jogosult lehet veszélyes hulladék kezelésére. Nyilván a hatóságnak a szájába kell adni a dolgot. Engedélyek hiányában okkal tartok tőle, szegény, egyen a klímaszorongását, hogy olyan helyen kötnek ki végül ezek a már feleslegessé vált veszélyes hulladékok, nem azok, ahol károsítják a környezetet. Ergo, az úriember azzal vádol meg engem ebben a papírban, hogy én megveszem a roncsot, levideózom, ahogy undorító módon szétfröcskölök mindent, szétbaszok mindent, utána kibaszom a mező szélére. Ezek után linkeli a YouTube csatornámat, a darabolós videókat, meg mindent, meg ugye a flotta update-et, hogy mennyi mocskos roncs van
a területen. Ezen kívül még rengeteg videót találnak a csatornán ezzel kapcsolatban. És hát ugye bemásolta, hogy nem, az mhvcorporation.hu webshopnak az adatait, tehát én ugye ott ki vagyok írva, mint Bolla Tamás EV, adószámmal, címmel, mindennel, mivel ugye nem adócsaló webshop, ezért kötelességem kiírni. A roncsok tárolását egy másik telephelyen végzi, a videókon látható helyszín nem egyezik meg a fenti címmel. Várom szíves visszajelzésüket levelem iktatásáról, köszönettel K. Adrián, Pas vármegyei lakos. Mindezt egy proton.ms blockchain e-mail címről küldve. Nagyon nice. Viszont mielőtt ez a levél beérkezett a hatósághoz, illedelmesen jelezte ezt nekem kommentben egy környezetvédelmi ellenőr nevű profillal, amelyet aznap hozott létre gyakorlatilag, amikor feljelentett, illetve előtte nap, ami meg is jelölt nyilvánvalóan kukacmhvloggal. Ne aggódj, Tomi, jövő héten bejelentem az illegális hulladéklerakódat. A bontott autó veszélyes hulladéknak számít. Vasvármegyeri kormányhivatalt fogom, ... Mi vagy a kommentet törölte, így sajnos nem fogjuk megtudni, hogy mit szeretett volna még továbbiakban közölni, de lényeg az, hogy megtette a feljelentést, és ezt nem átallotta nekem itt kommentben közölni. Majd, miután ugyebár a hatóság megkezdte állásos tevékenységét, erről nyilván ő is kapott egy levelet, hogy vették az adást, és ezt az undorító, mocskos, autóbontó gyökeret az internetről el kell takarítani. Emellett kellemetlenkedett még az MHV2-es csatornán is, mivel hát a legtöbb fenyegető ilyen kommentet, meg az ilyen típusú egynapos profilokat egyből bannolom a picsába, meg egyébként törlöm is őket, mert kell a francnak a hangulatkeltés. Azóta egyébként próbálkozott már mással is. Az úriember motivációja nyilvánvaló volt. Meg kell védenie földanyánkat, az unokáink, dédunokáink érdekében, hogy egy szebb, élhetőbb jövőben nőjenek fel. És ez mindazzal kezdődik, hogy engem följelent a hatóságnál. Címet tudja, papírja van, ceruzája van, följelent. Kész! Mindezek után a hatósági gépezet fogaskerekei mozgásba lendültek, és hát felén vették az irányt. Mivel ugye Adrián barátunk megadta az itthoni címemet, így az hatóság emberei kiszálltak, jöttek, láttak, csöngettek, nem volt itthon senki. Ezek után fölhívtak telefonon, hogy hello, mi vagyunk a hatóság, és kaptunk egy bejelentést, hogy ön autót bont. Ez egy komoly névtelen feljelentés volt, géppel írva. Na jó, nem így hangzott a telefonhívás, de körülbelül ez volt benne. Így oké, együttműködtem, mert nem vagyok autóbontós. Elcsevegtünk az úriemberrel, és ennyi. Majd még délután visszahívtam, mert nem hagyott egyszerűen nyugodni a gondolat, hogy most akkor ez egy kamuhívás, valaki szórakozik velem. Nem ez lenne az első eset, mert az összes ilyen prank call applikációnak az összes szövegét tudom kívülről fejből. A pizzás egyébként a leghihetőbb, annak dőltem be kétszer, ügyesen. Nice. Ugye még egyszer fölhívtam az úriembert, hogy most akkor tényleg mi a fene van, lesz erről kéne valami papírt kapnom igazából, hogy eljárás indul ellenem, vagy valami történik. Ezen kívül meg elkértem ugye az igazolvány számát, mondjuk bárki bedittálhat a telefonba bármit. Furcsa volt, hogy olyan belerihek, röhög a mondandójába, ugye ezért is gondoltam, hogy prank hívás, de hát mint kiderült, nem volt az. Nem kimondottan aggódtam egyébként a dolog miatt, mivel egy, nem halmoztam föl hulladékot, kettő, mivel én gyakorlatilag egy gyűjteményt pakoltam össze a kis telkemre érdekes és különös autókból, nyilvánvalóan nem volt mind közúti közlekedésre alkalmas állapotban, meg működőképes állapotban, de ez semmi nem tiltja, hogy ilyen autókat tartsak magamnál, úgyhogy igazából nem csináltam semmit, elpakoltam a szerszámaimat, hogy ne legyenek útban. Ott volt a Jaguarnak a motorja a pajta közepén, a másik Jaguar felbakolva, hogy ment volna bele a motor. Tehát gyakorlatilag én nem csináltam semmit. Mert hát volt már dolgom hatóságokkal, NAV, NKH, földhivatal, kormányhivatal, rendőrség, és eddig nem volt egyikkel sem olyan tapasztalatom, hogy bármi probléma lett volna, mindig korrektül jártak el. Meg hát igazából bármennyire is ment a hápogás a videókban, egy-két ilyen sötétzöld úriembertől, én mindig nagyon figyeltem arra, hogy ne okozzak semmilyen környezeti kárt a saját környezetemben. Egyrészt, mert a saját helyem, másrészt, mert környezet szennyezni rossz, univerzálisan kijelenthető, és ebben szerintem még a hatóság is egyetért velem. Harmadrészt pedig nem azért csináltam meg azt a telket és takarítottam ki, hogy utána összebasszon. Egyik autón sem szennyezett, csak le voltak téve itt-ott az udvaron. Persze telefonban rákérdeztem, hogy most akkor mire számíthatok, vagy mi lehet itt, vagy
mi a fene folyik itt tulajdonképpen, mert hát nem igazán értettem a dolgot. Elkérdeztem, mert most ugye beszélgettünk a dolgokról, csak hogy nekem ebből mi bajom származhatna, attól függetlenül nem csináltam semmire. Hát maximum az, mert mondtam, hogy nekünk nem az a célunk, hogy büntessünk. Mert ugye általában úgy szokott lenni, hogy megtiltjuk a tevékenységet, és mellé egy hulladékgazdálkodási bírságot szabunk ki. Na most ezt a bírságot rendszerint vagy a minimális, vagy elengedjük. Azzal, hogy az, ami ott illegálisan tárolva van hulladék, amire ennek nincsen engedélye, azt elviszi. Egy X időn belül írunk egy jegyzőkönyvet, és puff, ezzel le van tudva. Nyilván, hogyha megtörténik az elvitel. Ennyi. Tehát ez így szokott zajlani. Ha nem viszi el, akkor szokott, hát akkor jön be az, hogy akkor kötelezést írunk, bírságot írunk, és ha akkor sem viszi el, akkor viszont végrehajtásra visszük, és akkor Isten tudja, valamelyik vállalkozó elviszi a mi nevünkbe, a kormányhivatal nevében a hulladékot, egy olyan helyre, ha nyilván ahova le lehet adni, de akkor annak a költsége is önt terheli. Na, ez a telefonhívás lehet, hogy fontos lesz később. A telefonban elmondta az úriember, hogy a végleg kivont autókkal lenne a probléma. Nekem végleg kivont autóm a 2 darab Zsiguli volt és a Skoda, valamint a kék Trabant, ami a telkemen volt. Ezen kívül a többi mind ideiglenesen volt kivonva, vagy egyéb más olyan státuszban volt, ami semmiképpen sem véglegesen forgalomból kivonást jelentett, mivel forgalomból végleg kivont jármű Magyarországon bonton kívül nem lehet. De ne szaladjunk ennyire még előre. Amennyiben kíváncsiak vagytok a jogszabályokra, amiket emlegetek itt a mai videóban, minden lent van a leírásban, most tényleg bele fogom tenni a leírásba. Ott lesz a link az összesről, úgyhogy ha valakinek van kedve olvasgatni, ajánlom, kiváló olvasmány hosszú nyári estékre. Legalábbis nekem az volt. Tehát mivel a telefonban elmondottakkal igazából nem volt gond, tehát az autók rendben voltak ilyen szempontból, az olaj nem volt fröcskölve szanaszét, alkatrészek nem hevertek össze-vissza, csak az autóim voltak ott, meg azokhoz tartozó alkatrészek, azok is rendszerezve, általában abban az autóban, amihez tartoztak. Mivel a környezetet nem szennyeztem, csak henkölgettem az autóimat a rozzant kis pajtámban a falu végén, úgy voltam vele, mi bajom lehet? Én vagyok. Szar került a puncsostálba. Fő gyerekek, nagyon naív voltam. Ennyi volt a petting. Most jön az a rész, ahol a hegykén elhajtott szardarab ballisztikus pályája éppen keresztezi a 3200-as fordulatszámmal forgó szobaventillátor lapátjainak síkját. Ugyanis 2023. április 20-án bátor ellenőreink a törvény vasaklével felvértezve megjelentek a TED helyszínén az általatik évek óta nézett bűnbarlangban a rektális fájdalmakkal küzdő bejelentő úriember által illegális autóbontónak és hulladék lerakatnak titulált elátkozott földön a falu végén a telkemen. Az előzetes telefonbeszélgetés után egy elég éles váltás következett be így tónusban. Nyilván beengedtem őket, túravezetést tartottam az MHV Corporation főhadiszállásán, mert hát nyilvánvalóan nem volt mit takargatnom, egyrészt nem voltam autóbontos még mindig, másrészt pedig, mint ahogy telefonban is elmondták, nem az autókra kíváncsiak, hanem az esetleges hulladékra. Mert hát ugye hulladék nem volt a telkemen, innentől, jöjjenek, nézzenek körül! Adtam volna egy kávét, hogyha lett volna infrastruktúra, de később időt nem érdemelték meg. Illetve de volt hulladék a telkemen. Szörnyű, undorító, tudom. Volt néhány műanyag cső, némi papír hulladék, egy nyugágy, elektromos fűkassa, meg ilyen apróságok, meg néhány ablak, amiket azon a héten szombaton történő lomtalanításon szerettem volna kihelyezni, amit ki is helyeztem egyébként utána, de ja, ennyi volt a hulladék a telkemen. Miután ugye körbenéztek a telken, elkezdték firtatni a járművek papírjait, miben létét, ami nem a hulladék gazdálkodásnak a jogköre, de nyilván naivitásom és jó hiszeműségem véget, ugyanazt elmondtam, mint itt a videókban. Itt vannak az adatlapok az autókról, van aminek van papírja, van aminek nincs papírja, van amelyik már a rendszerváltás óta áll, de a legtöbb hatóságilag ideiglenesen van kivonva a forgalomból. Ami nyilvánvalóan nem bűn. Ekkor kezdődtek a gondok. Mikor is a páros egyik tagja, az idősebbik és a doktorabbik, közölte velem, hogy minden, aminek nincsen forgalmi engedélye, amit nem tudok nekik ott papírral igazolni, hogy az az én nevemen van, és az enyém, vagy bármi van vele, az azonnal
hulladéknak minősül. Teljesen mindegy, hogy az forgalomból ideiglenesen van kivonva, vagy bármi. Az hulladék. Hiába nyomtam kezébe a ISP-s adatlapot, hogy itt van a járműnek a jogi státusza, hogy hivatalból ideiglenesen kivonva. Nem, nincs forgalmi, az hulladék. Még a piros roburomet is le akarták velem adatni, pedig annak szürke forgalmia van, és van hozzá egy rakás adásvételi, aminek a végén én vagyok. Illetve akkor még az Ádám volt, de azóta már én vagyok. Nyilvánvalóan kifejeztem ellenérzésemet ennél a résznél. Azonban, amikor a hölgyemény megkerülte a pajtát, és szembesült azzal, hogy le van rakva egy 525 TDS, egy Iveco Eurocargo, egy Citroen C15, és egy Dodge Charger, ami még rendszám is volt, azt találta elhagyni a száját, mondja, tisztán emlékszem, bár ő nagyon tagadja. Ez tiszta ügy, ez egy illegális autóbontó. Én még életemben nem emeltem föl a hangomat hatósági személlyel szemben, hivatalos személlyel szemben. Szerencsére 31 éves vagyok, nem találkoztam még olyan hivatali személlyel, aki ennyire tett volna arra, hogy tulajdonképpen mit is néz, és mit is mond neki a területnek a tulajdonosa, meg hogy mi a valóság. Gyakorlatilag ott helyben elkönyvelte a kedves ellenőr, hogy én bizony itt autóbontóztam, és illegális hulladék lerakóztam. Teljesen mindegy, mit mondtam, teljesen mindegy, milyen papírt mutattam nekik. Nyilvánvalóan nem mindenhez volt forgalmim. Vegyük például ezt az 525 TDS BMW-t, ezt itt vettem Tanakajdon, nem messze Szombathelytől. Nem volt meg hozzá a forgalmi, volt egy rendszámom, ugye a szélvédő matricán rajta. Ez alapján nyilvánvalóan forgalomba lehet helyezni. A rendszámot én lekérdeztem, hatóságilag ideiglenesen ki van vonva, átírás elmulasztása miatt. Ugyanis akitől vettem, baszta átiratni, nem tudom mit csináltak a papírjaival, nyilvánvalóan elvesztek, de ez az autó még mindig nem hulladék. Ezt nyilván a két ellenőr tudtára hoztam ott is, nem igazán érdekelte őket. Ugyanis a 2014/369-es kormányrendelet a gépjárművek hulladékká válásáról címmel tartalmazza azt, hogy akkor válik hulladékká egy gépjármű, bocsánat, ezt tudom szó szerint idézni, pont kinyomtattam azt a törvényt. Nem, ez egy másik törvény, nem, ez még ez a vége. Elnézést, virágelvtárs, ez az ítélet. Ennyi. Az álmatlan éjszakák. A 369/2014-es kormányrendelet a hulladékká vált gépjárművekről úgy fogalmaz, a tulajdonosra vonatkozóan a 7-es pontban, a 7-es pont 11-es paragrafus harmadik pontjában, hogy idézem, a gépjármű forgalomból történő végleges kivonásának ténye a gépjármű nyilvántartásba kizárólag azt követően vezethető be, hogy a hulladékká vált gépjárműt a tulajdonos vagy a jogszabály által feltámadott birtokos a gyártónak, forgalmazónak vagy bontónak átadta. Az átadás tényét igazoló a közlekedési hatóság által kiállított bontási átviteli igazolást mindkét érintett fél aláírta, igazolással pedig a gépjármű tulajdonos vagy jogszabály által feltámadott birtokosa a végleges kivonást a közlekedési igazgatóság hatóságnál kérelmezi. Azt nem írja el a törvény, hogy mitől hulladék a hulladék gépjármű, de ha véglegesen ki van vonva, akkor mindenképpen hulladék, de akkor csak bontóban lehet. Innentől nem áll meg az, hogy nincs forgalmi, akkor hulladék a gépjármű. Nem válik hulladékká csak azért, mert nincs forgalmi. Mindegy, ne szaladjunk ennyire előre. Ez a videó kibaszott hosszú lesz, de muszáj. Erről a törvényről viszont akkor még nem tudtam, vagy legalábbis nem ilyen mélységben, mint amilyenben most elmondom nektek. Mint ahogy a szemét megelőző telefonbeszélgetésben is mondta az ügyintéző úriember, ez rohadtul nem az ő hatáskörük. Ők azt tudják vizsgálni, hogy van-e hulladék, vagy nincs hulladék. Kié a jármű, vagy milyen a státusz, azt gyakorlatilag nem is vizsgálhatták volna. Itt a hulladékról van szó, nekünk nem érdekel az, hogy milyen javítani való autói vannak ott, aminek van papírja, van, vagy ideglenesen van kivonva a forgalomból, vagy forgalomban van. Mert hogyha ideglenesen van kivonva és forgalomban van, vagy forgalomban van, az minket nem érdekel, az nem lehet hulladék, mert bármikor használhatja. De ha véglegesen kivonva a forgalomból, az viszont már bontó. Az viszont már bontó. Emellett pedig a képesítés hiánya volt még a problémájuk, hogy nem elég, hogy én undorító módon autóbontóztam, hát én ott már ott kivoltam agyilag, tehát ez nem, egyszerűen nem vette be az agyam ezt a fasságot. Nem elég, hogy autóbontóztam, még szerintük semmilyen képesítésem nem volt arra, hogy én bármi nemű foglalkozást végezzek autókkal. Semmi, szerintük. Mechatronikai mérnöki diplomám van, és ott helyben nekem azt mondták, egyrészt, hogy én autót bontottam, bármit csinálok is, ha meggebedek, akkor is autóbontós vagyok, az autóim illegálisak, és emellett a mechatronikai mérnöki diplomámmal nem csinálhatok semmit. És hát mindezt adott 2,5 órán keresztül,
Én 2,5 órán keresztül felvázoltam rengeteg minden átlagos veterános szituációt, autós szituációt, és mindegyikre vagy nemleges választ kaptam, vagy azt, hogy egyébként még az is illegális, vagy azt, hogy tulajdonképpen én rá se nézhettem volna az autóinkra. Emellett meg nincs hozzá képesítésem, és akkor még valószínűleg szarrá szennyeztem itt mindent. Bár megállapították, hogy nem volt szennyezés. És itt követtem el az első hibát az egész folyamatban. Azt, hogy nem vettem ki a zsebemből a telefont, és nem kezdtem el fölvenni videóra az egészet. Nem volt lélekjelenlétem, ott gyakorlatilag lábból hordtam ki egy agyérgörcsöt, rosszul voltam, remegtem. Mondhatni, egy komolyabb sokkot kaptam gyakorlatilag. Hát nyilván, hogy az embernek a teljes eddigi életét, hobbiát fogják, és így azt mondják, hogy te egy köcsög autóbontós vagy. Valahogy akkor nem biztos, hogy a határozottság, a vidámság és az összeszedettség fog jellemezni. Az első hibát elkövettem, nem vettem videóra azt, amit mondtak, mivel hát homlok egyenes más volt a telefonban, más volt a helyszínen. Hogy a srácok, ennél nagyobb stressz helyzetben én még nem voltam. És ebből a stressz helyzetből született egy jegyzőkönyv, ami tulajdonképpen a legnagyobb hiba volt ebben az egész hobelebancban a részemről, hogy én ezt aláírtam. El is mondom mindjárt, hogy miért. Nyilvánvalóan leírják benne, hogy a hulladékgazdálkodási osztályra bejelentés érkezett, az én ingatlanomon engedély nélküli gépjármű bontási tevékenységet folytatnak. Mint ahogy hallottátok az előbbiekben, én elmondtam nekik, hogy nem az otthoni címemen csináltam ezt, hanem egy másik címen. Nyilvánvalóan, hogyha beütik a nevemet az ingatlan nyilvántartásba, ezt ők is ki tudják deríteni, onnantól meg hatóság akadályozása, és mivel nem volt mitől félnem tulajdonképpen, szerintem legalábbis, ezért nyilvánvalóan együttműködtem. Mi más csinálhattam volna? Benne van, hogy az eljárás során való nyilatkozatétel jogára vagy annak megtagadására jogom van, ezt nem mondták el szóban, tehát ezt abszolút nem hangzott el semmi, csak bele van írva a jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyv második oldalán vannak a helyszíni megállapítások, illetve nyilatkozatok, amely szerint Bolla Tamás az ingatlant bemutatta, körbejárta velünk, a területe autóbontási és jármű fenntartási tevékenységet tapasztaltunk. A területen 11 darab gépjárművet találtunk, 3 darab gépjármű okmányokkal rendelkezik, de más tulajdonában van. Ezek csak tárolás céljából vannak az ingatlanon. Az alábbi felsorolt 8 darab gépjármű nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, ezek közül 4 darab karosszériával nincs motor és veszélyes folyadék. Ezt nem tudom, hogy állapították meg. Forgalmi engedéllyel nem rendelkező járművek eredetét nem tudta igazolni. Eljugrottam a ISP-s adatlapot, ott van minden. A járművek műszaki védelem nélkül álltak az udvaron, területen bontott alkatrészeket találtunk, igen, megtalálták a Jaguárnak a motorját a pajta közepén lerakva, ami ment volna a másik Jaguáromba. A területen olajfolyást, szennyezést nem találtunk. Nem is találhattak volna. Ezek a járművek Skoda 120 lila színű, Lada 1200 zöld színű, motor nélkül, ugye az az üres karosszéria volt, Lada 2102 piros színű, Jaguar S-Type zöld színű, motor nélkül, AX-am fehér színű, motor nélkül, Plymouth Turismo, nem írták oda, hogy kék színű. Ennyi. BMW E39 525 TDS, nem írták oda, hogy zöld színű, de motor nélkül. Iveco teherautó alváz. Nem írták oda, hogy fehér és fekete színű. Érzitek az iróniát. A tevékenység végzésére az ügyfél engedéllyel, szakképzettséggel nem rendelkezik. A gépjármű szerelésre szükséges feltételek nem biztosítottak. Na most ezt egy kicsit azért árnyalni fogom. Egyrészt saját autóim voltak, saját helyemen. Itt mindenáron rá akarták húzni, mivel ugye úgy jelentettek föl, hogy Bolla Tamás EV, egyéni vállalkozó, hogy én egyéni vállalkozóként gépjárműveket bontok és javítok a telkemen. Ez volt a koncepció. Az, hogy valaki egyéni vállalkozó, az nem azt jelenti, hogy magánszemélyként nem csinálhatja a saját kis autóit a saját kis telkén. Nem csináltam senki másnak autót, nem bontottam autót, nem adtam el bontott alkatrészt, bár megtehetem, mivel mindenki rendelkezhet gépjármű alkatrésszel, újjal vagy használtal, tehát azt én bármikor árul bocsájthatom, semmi nem tiltja. És itt jön ennek a jegyzőkönyvnek a legundorítóbb része, amikor is én nem nyilatkoztam direktbe nekik úgy, tehát ők beleírták nyilatkozatként, hogy a járművek bontását, én mondtam volna, a járművek bontását az ingatlanon magam végeztem, saját autóm javítása, szervizelése miatt haszonszerzés célja nélkül. Az ingatlanokon található hulladéknak minősülő járműveket Magyarországon vásároltam, illetve ajándékba kaptam, ez így igaz, elszállításukat
5. hó 10. napjáig vállalom, az engedéllyel rendelkező átvevőktől kapott igazolást bemutatom. Elmondom, hogy ez hogyan történt. Én megmondtam, hogy jó, akkor eladom azokat az autókat, és nem lesznek itt. Erre a hölgy rám förmett, hogy nem, nem lehet, hanem ezt kötelező jelleggel le kell adnom valamilyen olyan szervezet, autóbontó valaki, aki átveszi, és mindez még egyébként a nagy júniusi átállás előtt volt, ugyebár bejött közbe egy hulladék törvény, erről már lesz egy külön videó, mert ennek vannak vonzatai, amik érdekesek. Tehát Szombathelyen egyetlen egy darab cég vett át papír nélküli járműveket. Érdekes módon, kérdezés nélkül is tök legálisan, valamilyen módon. És hát nekem le kellett adnom az autókat mindenképpen, amiket itt megjelöltek. Megkérdeztem, hogy mi van, hogyha előkerül a papírja. Az volt rá a válasz, hogy nem számít, ha itt nem tudtam bemutatni, ezt így megmondták nekem, persze később letagadták, de ez más kérdés, ha itt nem tudom bemutatni a papírját, forgalmi engedély, vagy bármi nem olyan papír, ami bármit bizonyít, semmit nem néztek. Se alvásszámot, se motorszámot, se bármilyen azonosító, ott voltak a szélvédő matricák, ott volt minden. Semmit nem néztek. Szóval a számba adták, és hát ott én már olyan állapotban voltam, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy mi volt, csak takarodjanak el a büdös picsába telkemről. Mert én ezt nem vagyok hajlandó tovább hallgatni, és hát én ezt a jegyzőkönyvet aláírtam. Ott akkor abban a lelki állapotban, hogy gyakorlatilag patottam össze-vissza az agyinfarktus, a sírás, a kontrollálhatatlan düh, kurva anyázás és egyéb állapotokban. Mert ez már olyan szintű logikátlanság volt és esztelenség, hogy nem voltam képes feldolgozni. Nagyon régen nem voltam én ennyire rottyom mentálisan, de most elintézte nekem ez az úriember, kedves Adrián, remélem most recskázol egyébként közben, nehogy elmenj a videó végéig, lesz még jobb rész is, hogy gyakorlatilag visszaessek abba a depressziós állapotba, ami akkor volt, mielőtt elkezdtem ezt az egész YouTube-ot főállásba. Szóval, ja, ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövettem ebbe az egész eljárásba, hogy én ezt a szart, amit jegyzőkönyvnek neveznek, amit később nagyon sok embernek megmutattam, olyanoknak, akik értenek is hozzá, és mindenki egyértelműen azt a visszajelzést adta, hogy sem a formai, sem a tartalmi követelményeknek ez nem felel meg. Ez többek által kontármunkának lett nevezve. És én ezt aláírtam, tehát innentől hitelesítettem, mintha én tényleg ezt mondtam volna. És itt jegyezném meg, hogy akkor ott én nem tudtam, hogy melyik törvények alapján is hogyan akarnak meghúzkodni. Nyilvánvalóan nem álltam ellen, mert hát ki vagyok én, hogy felülírjak egy ellenőrt, aki ugye arra hivatott, hogy a törvényeket kívülről tudja szinte, és annak betartását ellenőrizze. És mivel ugye nem végeztem hulladékgazdálkodást, vagy legalábbis tudtam, majd nem azt végeztem, ezért nem is gondoltam rá, hogy meg kéne ismernem ezeket a törvényeket, mert ezek az autók nem voltak hulladékok. Bár ezt ők vitatták. Viszont nagyjából elolvastam, aláírtam, csak azért, hogy szabaduljak tőlük. Ez nagy hiba volt, és ezt ők ki is használták, de ezt majd később. Majd április 25-én megjött az értesítő, hogy megindult az eljárás, úgyhogy yeah! Indul a buli! És mit volt mit tenni, srácok? Hát én eleget tettem a hatóság kérésének. Ja, elég rendesen. Ugye itt állt a Robur, itt állt a két Zsiguli, a Skoda, meg a Citroen. Le vannak fotózva a hűlt helyeik tulajdonképpen, hogy mennyire össze volt olajozva alattuk minden. Semennyire, nyilvánvalóan. Itt állt a Robur, és azért van kivéve innen a polc, mert a maradék autó az be van szórva ide-hátra. Azért kulcsfordításra, srácok, kulcsfordításra. Nem baj, megvan már a helye a pajtában. Nagyon fasza. Na itt állt a Robur, tessék. Tessék, ennyire folyik belőle az olaj. Rohadtul környezetszennyező. Van itt egy kis szösz, ami szerintem a macskák hordták ki, amikor belemásztak az utastérbe. Ennyit szennyezett az egész kurva autó ezen a földön. De nézz! Tessék, rohadtul szennyez. Hát ez csodálatos. Ezt a kurva. Hát kicsit be van zsúfolva ide-vidda most.
mert itt van a hajtában maradék összes autóm. Itt volt az a jelenet, amikor a hölgyemény fogta magát, és elsétált így szépen a pajta mellett. Majd megállt, és ott látta a BMW-t, az Iveco-t, a kis traktort, meg egy fűnyíró traktort, a C15-öst, a Charger-t, és itt hangzott az a mondat, hogy ez egy tiszta ügy, ez egy illegális autóbontó. Én ott álltam körülbelül, ahol a kis traktor van, és így fogtam magam, és így majd letéptem az arcomat, mert ilyen nincs. Ilyen nem létezik a világon. Úgyhogy, flotta update. Húzták a szájukat a megmaradt autóimra is, mert hogy milyen megmaradt autók vannak még ott a telkemen. Igen, tehát erről nagyon nehéz indulatok nélkül beszélni, mert tényleg úgy beszéltek velem, mint hogyha egy ilyen kis lekezdelő, mi vagyunk a hatóság, te meg a paraszt a falu végéről. Na most a megmaradt autóim, a Citroen, másik Citroen, Trabi, Robur és az S-Type az egyik. Az, hogy amúgy az autóim miért nem állhatnak az udvaron, nem teljesen értem. Elég sokat olvastam a témában, higgyétek el, volt rá időm, meg hát jó parámatlan éjszakám, és semmit nem találtam erről, hogy hol állhatnak programon ideiglenesen kivont járművek. Nincs olyan kitétel, hogy te otthon a házadnál nem tarthatsz rendszám nélküli autót. De még valami utalást sem találtam arra, hogy valami ügy volt ilyen szempontból, nem tudom, hogy miért. Nem mondták meg, nyilvánvalóan a kérdésemre azóta sem kaptam választ, spoiler. Úgyhogy jogkövető állampolgárként, meg hát a hatóságnak persze hiszünk, fogtam, az bezsúfoltam a maradék autókat a pajtába. Itt a Robur, Trabant, mögöttem, ott a Jaguar, hát eléggé cipő kanállal, de befértek. És hát ugye, amit említettek, bontott alkatrészek, amiket találtak, úristen, azok itt a Robur ajtók voltak, meg ugye a Jaguarból ki volt szedve a motor, ment volna bele a zöldbe. A zöldnek egyébként jó volt a CAN bus rendszerre, beleraktam volna a motort, akkor lett volna egy működő Jaguarom, leadatták velem, és még rám sütötték, hogy hamis rendszámot adtam meg hozzá, arról majd később. Úgyhogy nem értettem a logikát, mert egy papíros autó az állhat függön, még hogyha nincs is forgalom, mert például itt volt még a 80-as Audi, azt utána eladtam, mert amúgy is el akartam adni, az egy műszaki nélküli forgalomban lévő autó volt. Na most, ha jár a műszaki, akkor az mitől jobb, mint egy forgalomból ideiglenesen kivont autó, ami szintén nincs műszaki. Mert a Citroent én ideiglenesen kivontam forgalomból, ugye kérelemre, ő itt 94-ben, ha jól emlékszem, van kivonva forgalomból véglegesen, de az persze lehet, meg teherautót egyébként lehet véglegesen kivonni forgalomból is, tehát valahogy a teherautóknál ez működik. És a másik dolog, amit hát nehezményeztek, vagy legalábbis szavart éreztek benne az erővel, az az, hogy az autóim ugye műszaki védelem nélkül álltak a füvön. Ezt megadom nekik, rendben van. Egyrészt nem raktam le olyan autót a kertbe, legalábbis műszaki védelem nélkül, amelyik olajat folyadott volna. Mindegyiket átnéztem olyan szempontból, hogy nem folyik, nem csöpög, nincsen bármi olyan, ami szennyezést okozhatna, mert egyrészt ez az én telkem, másrészt meg én ezen szerettem volna élni, és így a faszom sem fogja összeszennyezni az élőhelyét. Úgyhogy sem a Robur, sem a Jaguar, sem a Citroen, sem a Trabant nem szennyezett, és egyébként a leadott autók a Chargerből sem folyt az a folyt az olaj, a Zsigulikból, a piros Zsiguliból sem folyt az olaj, a zöld Zsigulikból nem folyt az semmi, mert nem volt benne semmi gyakorlatilag. A 120-as Skoda szintén porszáraz volt, amiből folyt az olaj, ezt ti is láttátok, a Citroen C5. Amikor itt voltak az ellenőreink, nem néztek be alá, de ott volt alatta egy szép nagy fém Weiling a váltó alatt, ahova csöppent a váltóolaj. Most is alatta van egyébként. Ja, meg a külön lévő Robur motor, azt múltkor megindítottuk, már csak azért, mert stresszlevezetésképpen kellett hallanom a hangját, és azt ugye láttatok a videóban is, hogy az olajszűrő háztól ott a tömítés teljesen széjjel ment, és nem cseréltem még ki, mert nem volt hozzá, onnan szépen folyik ki az olaj, hogyha jár. De mivel tettem alá egy Weilingot, szép vagyok, amiben szépen belefolyt az olaj, utána én visszaöntöttem azt a motorba, és megvan oda a probléma. Most is alatta van kettő darab ilyen olajfelfogó edény, mert híbe-hóba csöppenik egyet-egyet. Ezt megadom nekik, rendben, én megvettem a polipropilén tálcákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezek az autók még véletlenül se szennyezzenek. Bár
Érdekes, hogy csak a motor alá rakadtak velem ilyeneket, tehát a differenciálmű, váltó, egyéb más dolgok, mondjuk fékek, egyéb más dolgok, amikben folyadékok és olajok vannak, az valahogy senkit nem érdekel. Tehát valamiért csak a motor érdekli a hatóságot. Gondolom azért, mert annak van száma, nem tudom, fogalmam sincs. Semmi ilyen technikai kérdésre nem kaptam választ, mert gyakorlatilag mindenre az volt a válasz, hogy egy, nem csinálhatom, kettő, kussoljak, három, fizessem az adót. Na jó, az első ebből igaz, a többi az csak extrapoláció általam. Tehát gyakorlatilag belettem csicskítva itt a telkemen, ami határozottan nem egy jó élmény. Ezzel úgy voltam, hogy ez az egyetlen racionális kérésük volt az egész eljárás során, de gyakorlatilag ez valid volt. Mert előfordulhat, hogy szennyezhet a járművem, és tehettem volna alá tálcát. Megtettem. Úgyhogy szerencsére a hatóság megmentette itt ezt a csodálatos anyaföldet a szennyezéstől. Megmutatom, hogyan. Ő itt a Lobul, aki hát most már lassan 2 hónapja áll itt bent. Előtte meg fél évig állt kint. És nézzétek, hogy milyen iszonyatos mennyiségű szennyezést fogott fel a 2 darab tálca. Senkit ne érdekeljen, srácok, hogy németül meg angolul cipős tálca van ráírva. Ez egy polipropilén tálca, illetve 2, amelyet aládettem a Robur motorjának is. Ugyanolyan szép vadújói állapotban van, mint eddig volt. Van némi olajsár rajta, de ez a kartergáznak a kicsapódása, mivel ezeken az autókon még nem volt a kartergáz visszavezetve a szívósorba, mivel ugye Euro 0-ás autókról beszélünk, úgyhogy így ez nem probléma. A Citroen, mint ahogy a videóban is láttátok, ő váltóolaj csöpögéssel küszködik, ami alatt szintén van tálca. Ebben van egy pici anyag, ott a sarkában, talán látszik, ott egy minimális. Mert hát állóhelyzetben nem folyik, nyilvánvalóan nem csöpög, hanem amikor be van indítva, akkor csöpög belőle. Ott egy pici van benne, ott talán látszik. De mint mondtam, amikor itt voltak a kedves ellenőreink, akkor is volt alatt a tálca. Sőt, amikor lejártunk vele a trailerről, akkor is lett alatt a tálca. Itt a Robur motor, ez alá van téve kis fém, edény. Hát igen, egy kicsike maradt benne, mivel nem öntöm vissza teljesen, hogy a por ne kerüljön be a motorblokkba. Ez itt el van. Köszöni szépen. Továbbra sem csöpög, csak ugye be lett indítva egyszer, aztán ennyi. Mindenesetre alatta van itt is, meg a másik oldalon is, úgyhogy ez teljesen rendben van. Amit tudtam, fóliával letakartam, mert hát mégiscsak a pajtapor az eszi, de ő itt a C15, akinek szintén van egy tálcája, vatta új állapotban, oda néz, és ezek a tálcák azóta alatta vannak az autóknak, amióta ezek a csodálatos ellenőrök itt voltak. Nem muszáj nekem ezt elhinni, őszintén szóval pont leszarom, hogy elhiszitek-e vagy sem, de ez így van. Íme a Jaguar, hát le van takarva szegényke, visszaakasztottam az orrát, visszaakasztottam bele a motort. Gyakorlatilag, hát maradjunk annyiba, hogy leadatták velem a jó Kembusz rendszeres autót, amivel tulajdonképpen életre lehetettem kelteni ezt a motort, úgyhogy egyőre marad így, és nagyon néz ki, itt fog megrohadni. De! Azért ott alatta a tálca. Látjátok? Szép, tiszta. És hát itt van még a kis kék Trabantom, ennek van forgalmia. Hello, sziasztok! Nagyon aggódok a hatóságtól, hogy a Trabantnak a motorjából kifolyik a motorolaj, ami nyilvánvalóan egy valós veszély, meg hát a hűtővíz is komoly károkat tud okozni, nyilván glikollal van feltöltve, úgyhogy nyilvánvaló, hogy a Trabantom alá is kellett tennem egy tálcát, nehogy kifoljon a motorolaj. Ja, igen, ez a 36-os BMW még mindig megvan. Fun fact, mivel a forgalomba ideiglenesen ki van vonva, ez sem állhat füvön. Nem tudom, hogy miért, ne is kérdezzetek. Na de, ott adottuk a sztoriban, hogy én megbeszéltem a hatósági úriemberrel, hogy szeretnék bemenni iratbetekintésre, hogy megnézzem, hogy a kedves Adrián barátunk milyen szerelmes levéllel hojtotta el hatóságunk szívét, amit ugye felolvastam az elején a videónak. Mindeközben én is írtam egy szerelmes levelet, ugyanis ez már majdnem, hogy azután volt, hogy én az autóimat elhordtam a méhtelepre, sírva, gyakorlatilag sírva basztam össze a járműveimet, és hát elkezdtem nézelődni, hogy a mechatronikai mérnöki diplomám ugyan már mire jó. És hát csak belebotlottam az 1/1990-es KHVM rendeletbe, a gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló rendeletbe, amely szerint mechatronikai mérnökként
nem hogy csináltok valamit autókkal, hanem gyakorlatilag bármit csinálhatok autókkal. Ugyanis itt írja, mert én is írtam egy szerelmes levelet a hatóságnak, amiben nehezményeztem, hogy tulajdonképpen valótlanságot állítottak nekem ott a telkemen. Ezt a levelet április 30-án küldtem el 21 óra 44 perckor, vagy a 2023. április 20-ai szemlesz során többször említettem, hogy mechatronikai mérnök képesítéssel rendelkezem, amelyre azt a választ kaptam, hogy ez a képesítés nem megfelelő ezen tevékenységek végzésére. Véleményem szerint az 1/1990 KHVM rendelet a gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dolgi feltételeiről első számú melléklete, a jármű fenntartó tevékenység és azok önálló végzéséhez szükséges szakképesítések egyes pontjában foglalt tevékenységek elvégzéséhez, amely magában foglalja a járművek karbantartását, bontását, az előírt képesítések között a G pontban, nice, található mechatronikai technikus képesítésnek az én mechatronikai mérnöki képesítésem eleget tesz. A második számú mellékletben a jármű fenntartó tevékenységek irányításához szükséges felső és középfokú szakképesítés első pontja alapján a mechatronikai mérnök képesítéssel akár jármű fenntartó irányítói tevékenységet is végezhetek. Ez alapján nekem minden képesítésem megvan arra, hogy bármit megcsináljak egy autóval. Attól függetlenül, hogy ez az 1/1990-es rendeletnek a legeslegelső sorában le van írva, hogy ez a rendelet jármű fenntartó tevékenységet végző szolgáltató cégek és egyéni vállalkozókra vonatkozik. Én nem vagyok jármű fenntartó tevékenységet végző szolgáltató cég egyéni vállalkozó. De ez még később, ez csak egy kis nüansz. És hát amikor ugyebár egy kardinális kérdésben az embernek rossz információt adnak, és ez alapján én eljártam gyakorlatilag, és jóhiszeműen megsemmisítettem a járműveimet, akkor így fölötlik a kérdés, hogy mi másban tévedhettek volna még? Na most itt vadul elkezdtem keresni törvényeket, mindent, ami járművel kapcsolatos törvény, meg a hulladéktörvényeket, végigolvastam őket, és már ebben az e-mailben is föltettem a kérdést, hogy ugyan már a forgalomban ideiglenes kivont jármű az mióta hulladék, függetlenül attól, kinek a nevein van, és hogy tulajdonképpen mit nevezünk hulladéknak. Mi a hulladék? Na de itt még nem tartunk, szóval ott tartottunk, hogy április 3-án elmentünk az nagy hivatalba. A Polgár Jenő hivatalba. Én és édesanyám elkísért, na nem azért, mert anyuci picike fiackája vagyok, hanem azért is, mert neki van 16 év tapasztalata a kormányhivatallal, így megkértem rá, hogy kísérjen el, egyrészt ezért, másrészt meg azért, hogy legyen valaki, aki rúgdalja a bokámat az asztal alatt, hogyha kezdeném elveszteni a fejemet. Mert spoiler, véres volt a bokám, amire végére értünk a dolognak. Nos hát, bementünk az nagy hivatalba, és hát én fogtam, kibasztam az iPhone-t az asztalra, amit már az ajtón való belépés előtt hangrögzítőre állítottam. Így utólag belegondolva lehet, hogy szólhattam volna nekik, hogy felveszem a beszélgetést, de akkor nem lett volna ennyire spicy. Mondjuk úgy, hogy a hivatalban történt személyes találkozó folyamán elkezdtünk így furcsán másképp emlékezni dolgokra. Na de, kezdjük az elején, ugyebár az e-mailemmel, miszerint, hogy én a mechatronikai mérnöki képzettségemmel gyakorlatilag bármit megtehetek egy autóval. Nagyon sok minden lehet élni, a beszélgetőnk fog. Igazából igen. Elküldtem az e-mailt, nem tudom, megnéztétek. Ja, oké, elolvastam, olvastuk, hogy akkor ugye az első az volt, hogy az első részben a szakképzettségnek a megfelel vagy sem. Utána néztem, elvileg megfelel, legalábbis én az olvasat dolgoztam, hogy megfelel, viszont ugye, ez nem elég. Ezt el is mondtam, hogy ez rendben van. Ja, ugye, azért elmarasztalhatod, hogy persze nyugodtan, mivel ugye nem voltak meg a tárgyi feltételek. Hát más feltétel, nyilván nem csak ezt el a tevékenységhez, hanem más is. Tehát nem csak az volt végzettség, attól függ, hogy az, hogy a tárgyi felepengedékkel, az autószerelést, akkor nyilván más. Szigorúan véve, hogyha mondjuk én ilyenben dolgoznék egy cégnél, akkor én ezt mind mehatnék, amit megtehetnék. Hát úgy vagy a tárgyi feltételekről. Hát persze, persze, az nem. De az, hogy beleírtuk a jegyzőkönyvbe, hogy már ez, hogy engedélyelés szakképzettsége nem rendelkezik. Ez igazából az, hogy most az energia... Itt az volt nekem az apropója dolognak, amikor ott kérdeztem, hogy én mechatronikai mérnökként ezt csinálhatom-e, vagy tehát egyáltalán, amiért a kérdéseket feltettem ott,
arra mindig mindenleges választ kaptam. Tehát nekem ugye innentől indult el a dolog, hogy most akkor... Hát elvileg jó, a maga szakképzettség az megfelelhet ennek, mert ugye... Igen. A jogszabály az megírja, de ehhez más is kell csinálni. Ezzel tisztában vagyok. Tehát az, hogy most mi azt mondtuk, hogy vagy mi szerintünk nem feleltnek, és egyébként a jogszabály szerint megfelelt, és azt beleírtuk a jegyzőkönyvbe, hogy nem rendelkezett szakképzettség, ez az ügy szempontjából. Akkor ugye ez a kisebbik probléma. Tehát ez nem fogja befolyásolni azt, hogy most mi. Ja, nem lehet ez a szakképzettség, akkor még mondjuk bevásárolt a végzettség. Nem, semmi befolyása nincs. Rendben, ez a kisebbik kérdés volt igazából, ez egy korrekció. Talán hatáskörünk se lett volna ebbe teljesen a szakképes, mert a másik hatóság vizsgálatán is, akár ő tudna. Igen, csak ugye nem ezt az információt kaptam. Na most akkor ott még nem forszíroztam ezt a csak magánszemélyre vonatkozik és nem cégre narratívát, mert akkor még ott nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy engem most ott EV-ként akarnak csesztetni. De minden esetre ez egy nüansznyi kis tévedés volt, ami abszolút nem befolyásolja az ügyet, hiszen akkor is egy mocskos autóbontós vagyok, aki illegálba bontogatta az autókat az interneten. Nyilvánvalóan a YouTube-on előttetek. Mi más csináltam volna? Írjátok le kommentbe, hogy szerintetek autóbontós voltam-e. Kíváncsi vagyok, hogy ez kívülről hogy jött le. A másik nagy dilemma a gépjárművek hulladékká válása, illetve hogy mitől hulladék egy hulladék gépjármű, honnantól hulladék az autó, törvény szerint akár, mert egy kicsit ilyen liberálisan gondolkoztak a gépjárművek hulladékká válásáról, tehát gyakorlatilag nekik bármilyen autó, ami nem volt teljesen egészben, nem volt rajta rendszám, az onnantól, ha nincs forgalmi hulladék. Ami jogilag rohadtul nem állja meg a helyét. Ugyanis a 369/2014-es ma is érvényben lévő, január 1-je óta update-elt kormányrendeletben a gépjárművek hulladékká válásáról, gyakorlatilag az hangzik el, hogy onnantól válik hulladékká a gépjármű, hogy forgalomból véglegesen ki van vonva. Előtte fogalmaz úgy a törvény, hogy a hulladékká vált gépjárművet, amikor a tulajdonos elviszi a bontóba, de egyrészt hulladékká nem válhat a gépjármű, amivel elmész a bontóba, másrészt hivatalosan csak a végleges kivonástól kerül be a gépjármű a hulladékkörforgásba. Ami a hulladékkörforgásba bekerül, január 1-től ugyebár, az mind a MOHU ZRT tulajdona, tehát onnantól hulladék, annak nem lehet kihozni semmit se. Ha nekem véglegesen kivont járművek lettek volna, amik 2004 után véglegesen kilettek vonva, akkor nyilvánvalóan mindenben igazuk lett volna, hogy én illegálisan tároltam hulladékot. De mivel az én autóim ideiglenesen voltak kivonva, és vagy korábban, 2004 előtt lettek véglegesen kivonva a forgalomból, mivel ugye 2004 óta van, az Európai Uniós csatlakozásunk óta van ez a törvény, a roncstörvény, ként hívják egyébként, ha valahol látjátok, valaki roncstörvényre hivatkozik, az ennek a törvénynek a 2004-es elődje. Úgyhogy nekem az autóim ideiglenesen voltak kivonva, hatóságilag, nem véletlenül, de azt már esetleg elmondom egy másik videóban, miért így gondolkoztam. És hát ezzel nagyon-nagyon nehezen jutottunk dűlőre. Gyakorlatilag nem jutottunk dűlőre, folyamatos vita zajlott, és gyakorlatilag egy ilyen teljes partalan vitának éreztem az egészet, teljesen mindegy, hogy mit mondok. De hát hallgassatok meg. Kérdés, hogy ugye a hulladékká válás, mint kérdés, hogy ugye az volt a felvetés, hogyha nincs forgalmi engedély, vagy nincsen papír, vagy nincs semmi, akkor az autó hulladék. De a törvény szerint csak akkor hulladék, hogyha a tulajdonos lemond bontógyártó vagy forgalmazó javára. És itt viszont ugye nincsenek véglegesen kivonva ezek a gépjárművek, hanem hatósági kivonásban vannak ideiglenesen. Innentől, hogyha még hogyha nincs is nekem most adásvételi szerződésem, de mondjuk tudom, hogy a soproni nőjé volt például az a BMW, amit leadtak velem, ami hátul volt a kertben, amit le is fotóztak. Azt azért tisztázzuk, hogy mi azért kötelezni nem köteleztük rá. Ez egy jegyzőkönyv volt. Semmilyen kötelezés meg nem ment ki. Amire ennek nincsen engedélye, azt elviszi. Egy X időn belül írunk egy jegyzőkönyvet, és puff, ezzel le van tudva. Nyilván, hogyha megtörténik az elvitel. Ennyi. Tehát ez így szokott zajlani. Ha nem viszi el, akkor szokott, hát akkor jön be az, hogy akkor kötelezést írunk, bírságot írunk. Ergo, hogyha nem teszek eleget a jegyzőkönyvnek, vagyis, hogy nem szállítom el az autókat, akkor bírság és kampó. Na most,
ezt mondták nekem a telkemen. Nyilván a hivatalban már egészen másképp gondolták, úgy, hogy rájöttek, hogy lehet, hogy hibáztak. Amit az orruk alá nyomtam, járműszolgáltatási platformos papír, az lehet, hogy mérvadó volt. A tényállás az volt, hogy kimentünk egy hatósági ellenőrzésre, és ott illegális autóbontás volt. A hulladék gazdálkodási hatóság nem azért, mert forgalmia van, mert nincs, mert hol van, hanem kizárólag azért, mert illegális autóbontás folyt azon a telepen, ezért fog bírságolni, semmi másért. Nem folyt illegális autóbontás a telken, se nem volt szennyezés. A környezetszennyezésért van egy alapbírság, ami 24 ezer forint kilónként. Természetesen a bírsággal való riogatás az kiválóan működik. Összevágva a másfél órás hanganyagból 6 perc, ami folyamatos bírsággal való riogatás. Tehát azt nagyon jól tudják csinálni. Megmondtuk, ami ki van vonva a forgalomból, az nem lehet itt, amely ideglenesen van kivonva a forgalomból, meg a tiéd, az maradhat. Ezt hányszor elmondtuk? Ezt tisztán emlékszel rá. Mondtuk segítő szándékkal, hogy mert ennek a vége egy kötelezés, ami kötelezés, bírság, így hívják. Írunk egy jegyzőkönyvet, és puff, ezzel le van tudva. Addig, hogyha az eljárás során te tudsz bármit felhozni, hogy javítottál a helyzeten, megszüntetted az esetleges környezetszennyezést, mindent elhárítottál, akkor már úgy fog megszületni az eljárás végén ez a bírsághatározat, hogy mérsékelve. Ezért mondtuk el neked, hogy mit jó megtenni addig, amíg nem jön ki a határozat. Mert akkor egy olyan határozat jön ki, ha nem nyúlsz semmihez, akkor ez kijön 100%-on ez a veszélyes hulladékkezelési bírság, ami nagyon magas. Hát. Segítő szándékkal mondtuk, hogy mivel tudod csökkenteni. Az egész teljes féltájékoztatás volt. És én bedöltem neki, és én leadtam az autóimat. Miért adtad le? Azt mondták, hogyha nincs forgalmi engedély, nincsen elemen. Csak ide hatósági ideiglenesen van kivonva. De azt sem tudtad mutatni, hogy... Az én világon ez egy... Ott mutattam a JSP-t, és amit átküldtem, azt a BMW-ről meg is mutattam. Utóla néztem meg a rendszámát a zsigulinak, mert annak elveszett a rendszám, talán valaki lelopta róla. Már de a videó még meg volt. Hát akkor meg... De akkor meg utána meg az is megbírságolni, mert hogy úristen autót mondottam. De ha ezt megnézted volna utána, már utána, vagy aznap, vagy utána, hogy melyik az autó... Leharagudj, egy hétig nem igazán voltam életképes. Tehát nem, de gyakorlatilag ott engem a halálba stresszeltek. Ez az egész. Bármilyen, hogy nem volt itt valaki. Hát... Most... Nem hittem, hogy sokkal egyszerűbben fogom. Hát, ja. Mindegy, ez van. Én is bánom, nem néztem meg előbb, ne aggódjon, de mondom, akkor néztem utána jobban, amikor véletlenül szembe jött a 90/1-es szabály, és én akkor gondolkoztam el rajta, hogy egyáltalán... Ha utána nézel, és mondjuk nem kell leadnod, ha nem a téd, akkor sem tárolhatsz ott autót, tehát az a területet akkor is tisztára kell kucolni. Nem mondták el, milyen törvény vonatkozik rá, én semmit nem találtam arra, tehát én egyelőre úgy gondolom, mivel semmilyen nyomát nem találtam, más járművét a saját telkeden tárolhatod. Nincs rá törvény, hogy nem állhat más autója valaki egész más embernek a telkén. De miért nem tárolhatja? Saját a egy talán volt. Egy autó. De a sajátját tárolhatja? A saját autó, aminek ez ott van. De most ennyire, hogyha... Nem, sosem nem. Az az volt. De nem, a hulladék az onnantól hulladék, ha nem mond róla. Ha nem mond róla, akkor nem. A másik kérdés, hogy ugye a hulladékkel válás, mint kérdés, hogy ugye az volt a felvetés, hogyha nincs forgalmi engedély, vagy nincsen papír, vagy nincs semmi, akkor az autó hulladék. De a törvény szerint csak akkor hulladék, hogyha a tulajdonos lemond bontógyártó, vagy forgalmazó javára. Hát, és itt viszont ugye nincsenek véglegesen kivonva ezek a gépjárművek, hanem hatósági kivonásban vannak ideiglenesen. Innentől, hogyha még hogyha nincs is nekem most adásvételi szerződésem, de mondjuk tudom, hogy egy soproni nőjé volt például az a BMW, amit leadattak velem, ami hátul volt a kertben, amit le is fotóztak. Azt azért tisztázzuk, hogy mi azért kötelezni nem köteleztük rá. Ez egy jegyzőkönyv volt. Semmilyen kötelezés meg nem ment ki, hogy ezeket az autókat
mert ugye ezután... Írunk egy jegyzőkönyvet, és puff, ezzel le van tudva, nyilván, hogyha megtörténik az elvitel. Ezt szóval úgy mondta, hogy takarítsam el az autókat. Igen, ez lesz a feladat, ezt mondtam, igen, és elmondtuk, hányszor mondtuk el, hogy ami nincs a neveden, vigyél el az aki, mert nem tárolhatod az autót. Ez volt az első kategória, hogy nincs a neveden. Nem, az hangzott el, és azt többször is elmondta maga, hogy... el kell vinnem, le kell adnom hivatalos szervnek, és erről maguknak bizonyítót kell hoznom arról a 8 autóról 10-ig. Igen, arról semmit nem tudtál bemutatni, semmit. És az mármint? Ilyen dokumentál, az arról a 8-ról, hát a helyszíni ellenőrzésen semmit. Se tulajdonjogot nem tudtad, se eredetet, se forgalmit, se rendszámot, semmit. Ott van a rendszám, elküldtem a rendszámokat. De... figyelj, ha... Ezt nézd, hogy mikor csináljuk. Akkor ott... semmilyen információ nem volt, ezért mondtuk, nincs a tulajdonodban, vagy a tulajdonodban van, semmilyen papír nincs róla, azokat onnan el kell szállítatnod. Megegyeztetünk volna abba is, hogy jó, akkor előkeresed a... De akkor miért nem ez lett mondva? Tehát nem mondhatjuk, hogy mi... Láttatok, hogy nem voltam ott a legjobb állapotban, és belettem gyakorlatilag fenyítve, hogy... Megmondtuk, hogy kell róla... Igen. Dokumentum, amiről nincsen, az hulladék, ami ki van mondva, meg néha nincsen forgalmia, nyilván azért nincsen forgalmia, mert bevonták. Nem azért nincsen forgalmia, mert bevonták. Például, amit most maradjunk benne az 525-es BMW témánál, azt én tanakajdon vettem, és nem kaptam meg hozzá forgalmat. Az autónak volt forgalmia, az előző tulaj nem tudom mit csinált vele, nem iratták át, hatóságban ideiglenesen kivonták. Innentől az autónak van forgalmia. Tehát ha én most megkeresem a hatóságot azzal, hogy szeretnék kapcsolatba lépni az előző tulajdonossal, papíron lévő tulajdonossal, ezt megtehetem. A hatóság kiértesíti, ugye a kormányhivatal kiértesíti a tulajt, hogy szeretnének kapcsolatba lépni vele. Hogyha ő visszajelez, akkor én elmehetek hozzá, mondjuk, ezt tudom, hogy Soproni a hölgy, aki volt az autó, elmegyek hozzá Sopronba, írok egy alásot, hogy már is visszajelhető forgalomba az autó. Az egy dolog, hogy az egy karambolos autó volt. De ebből a szempontból az nem áll meg, hogy az autó nem helyezhető vissza forgalomba. Ugye? Akkor ezen nem sokáig megváltozhatnánk. Elmondom, hogy mi a tényállás. A tényállás az, teljesen mindegy, hol van most már ez az autó, igazából kié volt, mi volt. A tényállás az volt, hogy kimentünk egy hatósági ellenőrzésre, és ott illegális autóbontás volt. A hulladékgazdálkodási hatóság nem azért, mert forgalmia van, mert nincs, mert hol van, hanem kizárólag azért, mert illegális autóbontás folyt azon a telepen, ezért fog bírságolni, semmi másért. Teljesen mindegy, hogy mi van. Ha tetszik, ha nem, akkor is illegális autóbontós vagyok. Teljesen mindegy, mit mondok, mert nem lehet hulladékkezelés hulladék nélkül. De mi van, ha nem kezeltem hulladékot? Mert nincs hulladék. Lehet belemagyarázni. Most ha kiveszek egy alkatrészt. Nem lehet, hogy jó autóbontó. Értik, mit mondjak? Persze, nyilván, Nem üzletszerűen csináltam, és nem is ilyet csináltam. Hát ilyenkor az mindegy. Ezt nálunk így, ahogy van tényállás, nálunk azt mondom, hogy sok ilyen ügyek végig ment. Tehát végig fog menni, ha itt... közreműködsz, akkor természetesen. Én közreműködtem, tehát igazából készen vagyok már, és agyilag is megmondom. Tehát a kormányhivatal döntése után ön is akkor jól tudja, hogy van még jogorvoslati lehetőség. Igen, az hangzott el, hogy ne számítsak bírságra, el volt az egész rihegve röhögve. Nem biztos, hogy lesz bírság. Ugye nem, azt mondtad, hogy hát igen, ki, nem, ez így szólt, hogy hát lehet, hogy kiszámolom valami bírságot, de el szoktuk engedni, mivel ugye nem történt semmi. De akkor így hangzott el ott. Ez biztos, hogy nem, ez egy. Minden ilyen autóból, illegális autóbontó. De ez nem illegális autóbontó volt. A mi szemszögünkből ez egyértelműen az. És ezek a vége mindig hulladékhasználat. Általában úgy szokott menni, hogy megtiltjuk a tevékenységet, és mellé egy hulladékgazdálkodási bírságot szabunk ki. Na most ezt a bírságot rendszerint vagy a minimális, vagy elengedjük. Azzal, hogy az, ami ott illegálisan tárolva van hulladék, amire ennek nincsen engedélye, azt elviszi. Egy X időn belül írunk egy jegyzőkönyvet, és puff, ezzel le van tudva, nyilván, hogyha megtörténik az elvitel. És most az, hogy neki van egy hobbija, amit jól csinál, sokat megelégedésére,
az autóbontó, és még meg is bírságolják úgy, hogy mindent eltakarított. De itt is ugye az, hogy mitől hulladék? Azok az autók nem hulladékok, mert nem lett róla lemondva. Ha nem hulladék, akkor nem kezelhetem a hulladékot. Nyilván, az mondjuk biztos, hogy a hulladékává gépjárművekről szóló rendőr, ez attól sehol sem, vagy hát nagyon ködösen fogalmaz, hogy a hulladék autó az micsoda. Egyébként a törvény nem fogalmaz ködösen, annyi van benne, amint bontásra átadták a megfelelő szervnek, ott kiállították a hatósági bizonyítványt, hogy forgalomból véglegesen és visszavonhatatlanul ki van vonva. Ezzel a paraszt beslatjuk az okmányirodába, és az autó onnantól hulladék. Pont. Ezt mondja ki a 2014/369-es törvény. Legvalahulabb dolog, ami itt van, az az autóbontásért fog. Nem autógyűjtésért fogjuk, nem azért, mert a kertben voltak autók. Illegális hulladék kezelését fogjuk megbüntetni autóbontásért. Semmi másért. De illegálisan nem kezelte a hulladékot, ami nincs. Nem hulladék. Nem volt hulladék az autó, amit megbontott. Az autóbontás az hulladék kezelés. Maga tevékenység. Hát hogy? Az autó maga, ez a szó, ez hulladékkezelés jelent. Autószerelés, és az autó összerakás. De most az meg autószerelés, ahhoz is más. Hát akkor autószerelés. Az autóbontás az egy permanens bontás. Vagy én szétszedem, aztán eladom az alga részeit. Amit linkeltem neked videót, az egy roncsautó volt, azt leadtam ugyanúgy a mivel már nem lehetett működőképessé tenni, és én az és gyakorlatilag úgy... Megint itt kell, hogy kinek mi a hulladék. Hát leadta. Nem úgy hulladék. Tehát itt az autó maga most úgy nem volt hulladék. Nem az autó, leadtad, utána már hulladék. Hát leadtam, igen. A hulladék kezelővel lemondtam. Ugyanoda került, ahova most az összes többi autóm. És ugyanúgy. Nem, ilyen engedélyek kellene. Nem vállalkozásba csináltam. Biztos, tehát. Ez a tevékenység, ez autóbontás, ami hulladék kezeléshez számít. Ennyi, ez mondja ki a jogszabály. De az melyik jogszabály egyébként, ami az autóbontást mondja, mert a hulladékká vált gépjárművekről az úgy külön nincsen benne. A gazdasági szervezetekre. A 2012-es hulladék törvény, van a 2012/3-as, mindegy, az légy szíves kürmel át nekem, mert ehhez megnézném, mert valószínűleg én is itt lottam el fölötte, mivel én nincs jó érzettségem. Ezt engedzem a könyvetet. Aki kereket cserél, az azért mondom, hogy otthon olajat nem cseréltek. Aki kiveszi a gyertyát, mert elfüstölt a gyertya, betesz egy új autót, bont? Nem, az autó szerelői tevékenység. De ha én csinálom magamnak? A férjem? Nincs hozzá engedélye. Hát akkor mindenki autó. Mindenki autó volt. Mindenki. Innentől végigmehetnek az egész autóstól, és mindenkit végig lehet bírságolni. Milyen jó a szomszéd. Semmilyen jogod nincs az autódhoz hozzányúlni, hiába vetted meg, hiába fizettél vagyonszerzési illetéket, hogy a vagyonod a tied legyen papíron is, azt nem szedheted széllyel. Gyertyát cserélsz? Autóbontós vagy, illegális, zug, autószerelő, te ott, a saját autóddal. Mindenki autó volt. Innentől végigmehetnek az egész autóstól, és mindenkit végig lehet bírságolni. Milyen jó a szomszéddel. Ennyi srácok, egy szomszédom vagy egy nézőm múlik az, hogy a hatóság kijön és segbe rak. És akkor ez a hulladék téma, ez meg innentől akkor teljesen minden, mit mondok, akkor mindenképpen hulladék lesz az autóm. Hát most még már főleg mindegy, hogy jön el, amíve. Hát most meg már mindegy, igen. Tehát ez gyönyörű. Tehát még akkor másodmilliós buktám mellé számolhatok egy jó pár százalék bírsággal. Most el van véve, nehogy ebből ez jöjjön le. Hát így már tényleg jogilag hulladék. Itt, amit még kimentünk és felírtuk, hogy ezek nem igazolt eredetű autók, papírok, ebből akkor lett hulladék. A mi aláírásunktól lett ez a 8 autó hulladék. Nem attól, mert elvitted. Az egy. De akkor még utólagosan igazoltam, hogy nem. Hát... Ez egy jegyzőkönyv. De ő ezt nem tudhatta. Most én ezt honnan tudtam volna? Ha ez nincs világosan elmondva, hogy figyelj, nézzél utána. Hát ugyanúgy, ahogy mondtad, hogy ennek is van, annak is van, csak nincs nálad.
Vagy nem tudom, a robúrnak, a sorolat... Megintem, nem se tudta, hol vannak. Hát, de, azt meg is mutattam a papírt róla. Csak az maradt ott, amiről a papírt én ott kezetekben nyomtam. De láttad, hogy akkor a papír az segített, hogyha... A BMW-nek a papírját is a kezében nyomtam. Ugyanazt, amit elküldtem most a JSP-nek a papírját. És az le lett söpörve ugyanúgy az asztalról. Tehát azt is ugyanúgy oda tettem. Ott volt, a kezetekben. Azért, hogy önök kimondják, nem most ennyi erővel akkor mondhatom azt, hogy maga nem műszakilag kompetens ember, és nem biztos, hogy meg tudja állapítani arról az autóról, hogy működőképes-e vagy sem. Nem, jó, nem viszont igen. Nem az, hogy működik, vagy nem működik. Igen, de akkor meg igazoltam. Oké, le van adva, rendben van, de viszont igazoltam, hogy az az autó az ott... De hát, ha igazoltam, akkor miért írtuk fel? Akkor miért lett fölírva? Akkor miért mondtad azt, hogy ne, ennek van papírja? De elmondtam, hogy nincs nála hát, forgalmia. Most úgy utol, ha meg lenne az autó, nem lenne semmi gond. Akkor azt lehet felvenni még egy jegyzőkönyvet, aztán jó napot. Hát de most akkor én most mit csináljak? Azzal tudtad, amikor ott kértük a papírokat, ezzel jeleztük azt, hogy papírok kellenek. Hát úgy jött ő haza, hogy mivel mondta, nincs forgalmi, ez a ezt mondta. Ha nincs ott a forgalmi engedély, hát a fekete jaguárt is le akarták adatni. És arra csak arra adásvételim van. Hát én még azért imánkodtam, hogy a robot ne vegyék be. Jaj. Arra meg ott a forgalmi, meg adásvételi lánc. Tehát épp ez az, hogy... Valami nagyon elsiklott, mert ezek az autók biztos, hogy nem voltak abban a pillanatban hulladékok. Lehet, hogy rosszul voltak tárolva, meg lehet, hogy nem volt. Az rendben van, de ugye azt el is mondták, hogyan kéne tárolni, én ennek eleget is fogok tenni. Igaz, hogy gyorsan eltakarítottam, mert bejött, meg még úgy volt, hogy el akar még utazni is, de azt már meghívsult. Utólag lepapírozva. Utólag? 5. Mert 3 darab van, amiről tényleg semmit nem tudok. Sajnos. Az ő... Már 4 ISZ-t küldtél. Igen. De egy George Charger-t is az nem tudom, hogy szóval. Azt oda is írtam, hogy egyedi rendszáma volt az autónak. Én a ISZP-vel nem férek hozzá. A hatóság fér csak hozzá. Ti vagytok a hatóságnak. Ti tudtok róla információt kérni. Én mint magánszemély nem tudok. Így vagy. Jó, hát közlekedési hatóság tudná ezeket lekérdezgetni, alvásszám, meg motorszám, meg hát, tudja, hogy hát mi van az, hogy meg kellene azt nézni. Hát igen, semmilyen adósítót nem vettek fel az autókról, de ez nyilvánvalóan az ügyet semmilyen módon nem befolyásolja, mert az ügy az végig fog menni. Mert ezen mondjuk teszem fel a Plimus, mert azon csak az van rajta a rendszer. Igen, mert 2001-ben ki lett róla. Nincs egy... De egy alvásszám, vagy valami, mert azon a fényképen volt rajta rendszám? Igen. Igen. Hol? GKD 294 rajta volt. Hát rajta volt rendszám elő-hátul. Nem mostanában. Tehát van egy olyan autó, ami van lekérdezett. De nincs véglegesen kivonva, és a rendszám stimmel. Nem tudom milyen felbontásba fotóztak, de BMW-nek a szélvédőjén ott volt a rendszámmatrica, az Iveco-nak a szélvédőjén ott volt a rendszámmatrica, csak mondjuk előre volt döntve a főké, azt nem is láthatták úgy. Tehát innentől a Jaguarnak ugyanott ott volt a JKZ-os rendszám, a szélvédő matrica. A Zsigulin, arra meg megvolt a rendszám, az ez ZD9935 volt, ha jól emlékszem, csak lelopták róla, mert valaki volt. Hát a videó megvan. Hát onnan néztem meg én is. Ja, tehát igazából három évvel ezelőtti felvétel. Soha nem mentünk ki úgy ilyen ellenőrzésre, hogy ennyire alvásszámot nézve. Tehát de, soha nem volt erre szükség, hogy esetleg de akkor, jön egy ilyen bizonyítás. De ugye most egy nagyon van rá szükség, mert és próbálunk igen, de nem, hogyha ez egy rendkívüli dolog lenne, ha erre be tudnánk folyásolni az ügyet. Tehát ez, De ez az, hogy... Nem rendkívüli, hanem hogy annyira meg kellene ezt erősíteni. Én nem érzem úgy, hogy ez a... Azért meg lehetne próbálni. Az ügyintéző úgy érzi, hogy ez nagyon meg kéne támogatni ahhoz, hogy ez az ügy végigmenjen. Úgy érzi. Érzi. Érzitek? Mindez persze a megfelelő kajánvigyorral párosítva. Tehát igen, ott volt az a rész, amikor már kezdett vérezni a bokám. Mitől hulladék a hulladék? Igen, ez egy, ami igazából kérdés, mert... Amiről lemondott a tulajdonos, vagy bekerült a hulladéktelepre, az hulladék. És vagy, mert kettő együtt jár, mert másképp nem lehet kivonni. A hulladék, igen, az autóknál egy kicsit másabb a helyzet,
És ott a jogszabály azt írja elő, ugye, hogy a tulajdonosnak kell kivonni az autót. Igen. És az csak is kizárólag autóbontóval, regisztrált autóbontóval. Igen. Tehát autószerelő és regisztrált autóbontóval kivont autó nem lehet forgalomban. Ez, ezek közül egyik sem volt úgy kivont, így hatóság lett véglegesen. Ha ideiglenesen volt kivonva, azok nem hulladékok. Az osztályvezető kimondta, hogy az ideiglenes kivonásban lévő autók, tök mindegy, hogy kinek a nevén van, tök mindegy, hogy van-e forgalmi, tök mindegy, milyen papírok vannak hozzá, ideiglenesen, hatóságilag van kivonva, nem hulladék. Ezek az autók akkor már kiskanalak voltak. Azért... Ezt meg lehetne, vissza lehetne követni. Igaz, hogy jó hiszemmel már mindent leadott, de hogy legalább egy kicsit... Az a baj, hogy olyan autókat adtál le... Akkor igaz is az én lesz. Aminek ugye elméletileg rendszerben vannak, de forgalmi rendszámmal ellátott autók ideiglenesen kivonnak. És már bezúzták őket. Forgalomból való kivonását is el kéne indítanod. Mert ezek az autók ott fognak lógni a levegőbe. Hát ezek ott fognak lógni a levegőbe. Bár utána nyakamba akarták varni, hogy még én csináltam rosszat azzal, hogy leadtam olyan autókat, amik nincsenek kivonva a forgalomból. Élő papíros járműveket. Attól még ez onnantól fog, hogy idegenesen ki van bomba a forgalomból, nem hulladék. De ha már viszont szárazra van fektetve, mert nincs bent motor, nincs bent ez, nincs bent az, abban a pillanatban az hulladékká válik. És ha nélkül vettem? Mert például az AX-a 400-as... A hulladékot vettél. Miért ne vehetnék motor nélkül járművet? Tehát nem is értem. Mert azt nem lehet venni Magyarországon szerintem. Miért ne lehetne venni? Lehet vásárolni. Nem. Újonnan is lehet venni. Ha bemegy a Fordba, igaz, hogy egy olyan horribilis összegér, hogy lefekszik tőle, de lerakják magának raklapon. Ez így van. Ez oké, de ez nem hulladék raklapon, hanem egy teljesen úgy termék, ami megvan az alvásszám, alapanyagok, minden. Hát ennek is megvan az alvásszám, minden. Tehát érti? Nyilvánvalóan nyílt a bicska zsebembe, hogyha lett volna persze. De szerencsétlen édesanyám nem győzte szét rugdosni a bokámat, szerintem neki is fájt mállában, nem csak nekem vérzett, mert ott nagyon, tehát olyan szinten kiakasztó és bicskanyitogató volt az egész hozzáállás, teljesen semmibe véve, gyakorlatilag, mint hogyha meg kellene hunyászkodnom a hatóság előtt. Nem volt egy jó élmény, maradjunk annyiban. Főleg az előzőek tekintetében, főleg úgy, hogy előtte én már megjártam a poklokat azzal, hogy be kellett zúznom a saját szeretett autóimat. Sőt, még a Vastelepen a Charger-t majdnem rá is ejtették a bérelt autómentőre. Persze ugye felmerült a bírság és retorziók árnyéka, mert nyilvánvalóan muszáj éreztetni a paraszttal, hogy teljesen minden mit csinál itt, akkor majd talajmintát veszünk, akkor biztosan fogunk találni valamit, és ugye tudja, hogy mennyibe kell a talajcsere. Bizony, ez így hangzott el. Figyeljetek! Nem tudom, tudod, hogy mennyibe kerülne egy teljes talajcsere. Még ezek után kérhetőd akár talajvizsgálatot is. Ott 20-30 éves autók voltak a kedve. Már elhagyom, hogy 1860 óta egy lakott terület. Az egy bombázott terület abból, volt. Amit mi kiszedtünk abból a talajból, az nagyon-nagyon gáz lenne. És nem, és nem az nem a mi hibánk. Szemrevételezésen megállapítottuk, hogy nincs olajelfolyás. Szerintem ez egy... Ja, hát ez igen, pozitív dolog, hozzáállás. Köszönöm. Lemarít, vagy nincsen környezetszennyezés. És akkor most ennyi? Tehát, hogyha továbbra is a szabályokra hivatkozok, vagy bármire, akkor innentől, mert akkor megkapom a talajcserét, és akkor utána teljesen kinullásznak. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy ami a jegyzőkönyvben, de az egy, és bocsánat, nincs benne a jegyzőkönyvben, nem is láttuk. Viszont csak meg kell nézni a videókat, hogy hol történik az autó, bocsánat, de hogyha már felhozunk érveket, meg kell nézni, hol történik az autóbontás. Hol van a váltó szétkapva, hogy hova van oda terítve valami az udvaron. Tehát azért mi is látjuk, mi is meg tudjuk ezeket nézni. Én azt is igen, tudom. De látta az eredményét, hogy nincsen összefolyatva a terek olajja. Nem tocsogtunk az olajba. Nem arról van szó, hogy csak akkor lehet üzetni valakit, hogyha térdig járunk az olajba. Igen, csak... Csak akkor... Csak most akkor... Közösszennyezés egy csepp olajtól is lehet. Maradék autóim most ugye be vannak rakva a pajtával, van alattuk szépen egy műanyag tálca mindegyik alatt. És kövesek. Nekem azt a pajtát ebből azért szeretném egy kicsit rendbe rakatni.
és ahhoz ezt ki kell onnan őket szednem. Hogyan tudom úgy tárolni, hogy az megfeleljen maguknak is? Milyen autók ezek, amik ott vannak? Hát, amiket nem írtak föl. No. Tehát a maradék 4-5 autó. 4. Azt nem tudom, hogy akkor tudtál-e figyelni arra, amit mondtam, hogyha... Hát nem igazán, hogy látszik. Hogyha... Oda még egyszer eljutunk. Akár bejelentésre. Akár bejelentésre. Tisztában vagyok vele. És... Akkor már agyon leszek bírságolva. Még egy olyan autó van, aminek nincs igazolva az eredete. Akkor ez a... Csak az maradt, aminek van igazolva. Nem csak, hogy 100%-os bírság, hanem az betuplázva szabjuk én másodszor. Rendben. Nem azért, csak papíros. Csak, hogy ezzel tisztában vagyok. Csak az maradt, amire azt mondták, hogy rendben van. És így fog szólni, valószínűleg, nem mi vagyunk az aláíró, de valószínűleg így fog szólni, hogy a tevékenységet azonnali hatályon megtiltjuk, és mellette vagy lesz, vagy nem, nem tudom, nem mi vagyunk ebben a döntő, az aláíró, és ott a bírság, tehát a tevékenység meg lesz tiltva. De tisztában vagyok. Nincsen ilyen folytatás, nincs ott, hogy a neveden lévőből kiveszem ezt azt. Gyakorlatilag úgy tudnám jellemezni, hogy kussolj paraszt, fizesd a bírságot, csókolj kezet a hatalomnak, azt a takarodjál haza a kurva anyádba adózni. Látnotok kellett volna azt a kaján videót, miközben mondta, hogy ugye tudja, hogy mennyibe kerül le. Tadaj csere. Fúj. Még azt láttam mondani nekik, hogy nem is rájuk haragszok, hanem a rendszerre. De rájuk is haragszok. Remélem nézitek. Biztos, hogy nézitek. Tudti, hogy nézitek. Meg hát ott volt az ügyintéző lakatos esete is. Ezt hallgassátok meg. Hát a tulajdonképpen ugyanúgy el kell végezni a karbantartást, hogyha ezt használni akarom. Hát ugyanaz az autó nyilván, csak ugye az autó. Mert nem tudom bevinni egy random szervizőt, mert nem értenek hozzá. Ja. Tehát ugye ez az a probléma, hogy... Hát akkor ezt úgy csinálni, ne lássa senki. Hát egyszer nem tudok én sem csinálni. Hát én is ott megcsináltam az izémet a garázsba. Kicserítem az oldallemezt. A Twingon, nem muszáj, ne szép volt. Hát most így csinálni. Szóval... Na most az ügyintéző úriember ülhetne akár az én helyemen is. Mert hát ez van, elrohadt a Twingo, gyereke, most mit csináljon az egyszeri ügyintéző? Elrohadt a Twingója, becsukta a garázsajtót, azt kilakatolta. Ennyi. Kész. Ott tényleg kapartam az arcomat majdnem. A másik ilyen érdekes dolog, ami történt így a szemle során, hogy miközben ott éppen gépelték ezt a fantasztikus jegyzőkönyvet, kapott az egyik ügyintéző egy telefont, és hát ilyen félhangosan mondta, vagy fölvette, és én ott láttam, mert pont hallottam, miszerint még nem is végeztek az eljárással, még senkinek nem szóltak, hogy egyébként itt valami gebaszt találtak, vagy akármi. Jött a telefon, hogy a kiemelt ügyén nyilvánították az ügyemet. Hát ott persze vigyázba állt bennem a szar, hogy mondom, mi a picsa, nem tudnak még semmiről, de már a kiemelt ügy. Rákérdeztem a dologra. Szerdán viszont szeretnék bemenni, akkor megnézni az iratokat. Uh-huh. Meg a másik kérdés, amit ugye mondott a hölgy is, hogy kiemelt ügyé van nyilvánítva az ügyem. Ez mit akar tulajdonképpen? Hát azt a végül is nem hivatalos kiemelt ügy, csak itt... De igen, csak mi az a nem hivatalos kiemelt ügy, amikor még nem is láttátok gyakorlatilag a dolgot, tehát még senki nem tudta, miről van szó, csak a feljelentés született. De ez csak egy elszólás volt, ezzel nem kell foglalkozni. Nem azért kiemelt ügy, mert mi most példát akarunk szokmálni, ez nem azért. Uh-huh. Na mindegy, ezt már beszéljük. Igen, csak kicsit, hogy hogyan mondjam, aggodalomra adok ott nekem. Nem kellett, nem tudom, meg hát a jegyzőkénybe sírtuk bele. Viszont ilyenkor mi van, hogyha tényleg egyébként az van, hogy teljesen fölöslegesen adattátok levelem az autóimat? Nem, hát azért az nem így van, mert azért nem te vagy az első, aki én értem. Aki így járt. Én értem. És, hogy, nem kell aggódni, de nyilván amit jegyzőkénybe beleírtunk, Azt lehet egy másik jegyzőkönyvvel esetleg módosítani, tehát nincs ez a gond. Hát igen, csak ez nekem nem hozza vissza az autóimat, tudod. Ja. Tehát nekem az a legnagyobb bajom, hogy még hogyha valami könnyen pótolható dolog lenne, még azt mondom, hogy oké, de most akkor itt mit lehet kezdeni ezzel, mert mondom, elég sokat próbáltam bújni meg értelmezni a törvényeket. Ja, nyilván. Persze. Jó, figyelj, utána nézzünk. Légy kíves, nézzünk, mert akkor holnap reggel bejönnék megnézni a papírokat. Ja, hogy ennyi, semmi extra. Végül is, kit érdekel ő, nem? Majd egy ilyen másfél órás session után ezt így berekeztettük,
mert hát a vita gyakorlatilag partalannál fajult, és hát mindenki úgy látta jónak, hogy menjünk a dolgunkra. Elég sok kérdés maradt bennem, mert nem kaptam választ arra, hogy miért hulladékok az autóim, legalábbis olyan választ nem kaptam, amit a gépjárművek hulladéka válásáról szóló törvény nagyjából alátámasztana. Nem kaptam arra választ, hogy miért ne állhatnának más emberek autója az udvaromba. Például családtagoké is állt az udvarba, barátoké is állt az udvarba, mert nekem kurva nagy helyen volt, tehát volt hova eltenni. Emellett meg feljött bennem egy rakás kérdés, több kérdéssel távoztam, mint válasszal. Gyakorlatilag olyan fejfájással jöttem ki, hát nyilván egyszerűen nem bírtam feldolgozni ezt a fajta logikátlanságot, semmi értelme nem volt az egésznek. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kételyeimet és kérdéseimet e-mailes formátumban osztom meg a hivatallal. Következő szegmensnek a Néma levelezőtárs címet adtam, nem véletlenül, ugyanis hát nyilvánvalóan bennem vetültek föl kérdések, nem is akár mennyi, amit sem a személyes találkozásunk alkalmával az hivatalban, sem előtte a szemle során, sem közben e-mailben vagy telefonon nem válaszoltak meg semmilyen formában, illetve de azt mondták, hogy nem, ez sem lehet, nem lehet. De mivel előtte mondták, hogy az én végzettségemmel semmit nem csinálhatok, meg különben is, érdekes módon a hivatalban már elfogadták a ISP-s adatlapokat, amit a kezükben nyomtam itt helyben. Az autómat addigra már persze kiskanálnak bezúzták, vagy konzervdoboznak. Nyilvánvalóan frusztrált voltam, és sok-sok kérdés keringett bennem, amit megírtam nekik e-mailben. Kiemeltem az egész e-mail folyamot, srácok. Kezdtük azzal, hogy április 25-én írtam nekik egy e-mailt, egy kapcsolódó Google Docs file-ba elküldtem nekik az átvételi jegyeket, mert hát én igyekeztem az autókkal, mert nekem lett volna egy repülésem Angliába. Spoiler, az is ment a levesbe. Tehát a repülőjegy mindenestül, az egy olyan 200-es bukó még pluszba, de az mi az már, meg különben is gazdag influencer. Nyilvánvalóan kurva gazdag. Április 26-án reggel 8-9-kor jött a válasz, köszönték, megkapták fényképekkel, dokumentumokkal, úgy ki voltak szolgálva a gyerekek, mint ide Lacháza. Majd április 26-án írtam még egy e-mailt 21:49-kor, hogy jönnénk hétfőn 8:30-ra iratbetekintésre. Erre április 27-én délután 2-kor jött a válasz, hogy május egy hétfőn nem lesz ügyfélfogadás, mert hát a munka ünnepe. Nem tudom, mit kéne ezen ünnepelni, de hát mindegy. Április 30-án 21:44-kor, nyilván ugye este csak gép elé, írtam nekik egy e-mailt, és akkor volt az incidens, hogy olvastam az 1990/1-es gépjármű fenntartó tevékenység személy és dolgi feltételeiről szóló törvényt. És hát akkor akadt meg a szemem azon, hogy elektronikai mérnökként én igazából csinálhatok bármit. És hát ezt fel is tettem a hatóságnak, mint kérdést, tehát tisztelt hatósági személy, elolvastam az ügyben releváns jogszabályokat. Van pár észrevételem, a 23. április 20-án kelt jegyzőkönyv, szakképzettségemet, illetve a megsemmisítése kijelölt gépjárműveket illetően. A 20. szemle során többször említettem, hogy mechatronikai mérnök képesítéssel rendelkezem, amelyre azt a választ kaptam, hogy ez a képesítés nem megfelelő ezen tevékenységek végzésére. A jegyzőkönyv második oldalán szereplő a tevékenységre az ügyfél engedéllyel és szakképzettséggel nem rendelkezik. Véleményem szerint a 90/1-es rendelet első számú melléklet a jármű fenntartó tevékenység azok önálló végzéséhez szükséges szakképesítések egyes pontjában foglalt tevékenységek elvégzéséhez, amely magában foglalja a járművek karbantartását, bontását, előírt képesítések között G-pontban található mechatronikai technikus képesítésnek az én mechatronikai képesítésem megfelel. Ezt már felolvastam egyébként egyel korábban. Észrevételem a megsemmisítés a kijelölt már bontóba leadott járművekre kapcsolatban. A szemle során a járművek hulladékká válásának, illetve megsemmisítésének indokaként a forgalmi engedély hiányát jelölték meg, illetve a tulajdonjog igazolásának hiányát. A jelenleg hatályos 369/2014-es kormányi rendelet hulladékká vált gépjárművekről első paragrafus B pontjában írja, hogy a rendelet a hulladékká vált gépjárművekre vonatkozik, azonban a rendelet nem tartalmaz olyan kitételt, amely alapján a járműforgalmi engedélyének hiánya azonnali hulladékká válást okozna. A jármű hulladékká válása a rendelet értelmében a forgalomból történő végleges kivonás esetén történik meg, amelyet a tulajdonosra vonatkozóan a 7-es pontban 11-es paragrafus 3-as pontjában említ. A gépjármű forgalomból történő végleges kivonásának ténye a gépjármű nyilvántartásban kizárólag
Azt követően vezethető be, hogy a hulladékkel vált gépjárművet a tulajdonos vagy jogszabály által feltartó birtokos gyártónak, forgalmazónak vagy bontónak átadta. Az átadás tényét igazoló közlekedési hatóság által kiadott bontási átviteli igazolást mindkét érintett fél aláírta. Igazolással a gépjármű tulajdonosa vagy jogszabály által feltartó birtokosa végleges kivonást a közlekedési igazgatóság hatóságnál kérelmezi. Nem írja a törvény, hogy mitől hulladék a hulladék gépjármű? Tehát mi az a pont, amikor a gépjármű hulladékká válik tulajdonképpen? De biztosan akkor válik hulladékká, ha véglegesen forgalomból kivonásra kerül sor. Tehát a törvényben az van, hogy a gépjármű hulladék, hogyha véglegesen kivonva a forgalomba, bekerül a hulladék körforgásba, onnan már ki nem kerülhet. Ez rendben van, egyik autón sem volt ilyen. Ennek értelmében a nálam talált hivatalból ideiglenesen kivonva státuszú járművek esetében értelmezésem szerint, még a hivatalosan nem is én tulajdonolom őket, a legutolsó ismert tulajdonosuk nem mondott le tulajdonáról, és nem adta át gyártónak, forgalmazónak vagy bontónak, ezáltal a rendelet szerint nem válhattak hulladékkel. Ezek a járműveim az E3925 TDS, forgalmi rendszáma ... 2021. 10.08-án lett kivonva forgalomból, Iveco Eurocargo, forgalmi rendszáma ... 2015. 5. 13-án lett kivonva a forgalomból, Plymouth Turismo rendszáma GKD294, ez rajta is volt az autón egyébként a rendszám, mégis leszarták, 2001. 7. 18-án lett kivonva, és a Jaguar S-Type-on, ami egy egyedi rendszám volt, és ezért én nekem a járműszolgáltatási platform nem ad információt róla, ezt majd derítsék ki a hatóságnál, ezt nem így írtam bele, de ezt így gondoltam. Spoiler, még leírták a ítélet végzés indoklásában, hogy fals rendszám volt rajta. Nem volt rajta rendszám, szélvédő matrica volt rajta. Speciális eset áll fenn a Lada 2102-es gépjárművel esetében. Ez az autón nem rendelkezett 3 betű 3 szám formátumú rendszámmal. A rendszerváltás óta ki van vonva a forgalomból. Forgalmi rendszáma ZB9935. Ez a jármű a köznyelven a roncs törvényként emlegetett 2004/267-es kormányrendet a hulladékká vált gépjárművekről hatályba lépése előtt lett kivonva a forgalomból, így a hulladékká válás értelmezése szerint nem vonatkozik rá, mivel a rendeletnek visszamenőleges hatálya nincs. A maradék három darab autó Skoda 120 a benne talált parkolójegyek alapján 2000-ben még forgalomban lehetett, Lada 1200, AX-am 400, sor közelebbi információt nem tudok, mivel ugyebár nem ad ki a JSP semmilyen adatot, hogyha nem a rendszámot írjuk be. Kérném a fenti információt az eljárás során figyelembe venni. Köszönettel és tisztelettel, Bóla Tamás. Puszi puszi. Elküldte nekik a diplomámat, meg néhány átviteli jegyet. Meg összes JSP-s adatlapot. Ez ugye április 30-án volt, az e-mail hivatalos levélnek számít, attól függetlenül, hogy nem tértivevénnyel küldtem el nekik, vagy ajánlott levélként. Tehát érdekes módon eddig mindig másnap válaszoltak, hogyha bármi ilyen casual kérdésem volt, hogy hogyan tegyek eleget a kiszabott szankcióknak. Na most erre nem érkezett válasz. Úgyhogy május 7-én ismét billentyűzetet ragadtam, és írtam még egy szívhez szóló levelet a hatóságnak. Mert hát közben így gondolkodtam, olvasgattam a törvényeket, hát csak felfelötlött bennem még néhány kérdés. Május 3-án történt a hivatalban való kis másfél órás szeánszunk, úgyhogy ez már utána történt. Ott megkaptam, hogy tulajdonképpen én vagyok a hülye, mert hát ezt mondhattam volna ott helyben is. Hát én ezt mondtam, veled söpörve minden ott az asztalról, még az orruk alá is nyomtam például a BMW-ről is az adatlapot, a Jaguarról is az adatlapot, meg ha jól emlékszem, a Charger-é is ott volt. Igen, szerintem az is benne volt a pakra. Ilyen stósz papírral jöttem, tehát az összes papírja a Robburnak, mindennek, az összes autónak, mindennek, ami itt volt. Ez egy elég komoly paksaméta volt, jó össze is keverték, remélem nem veszett el benne semmi. A lényeg az, hogy utána még egyrészt, mint ahogy hallottátok a hanganyagokban, hát megkaptam, hogy élő papíros autókat adtam le, hát mondom, nos, itt Sherlock, bazd meg, ti mondtátok. Aztán utána már nem is úgy mondták, nem is úgy akarták, mi csak javasoltuk, mert mi olyan kedvesek vagyunk, hogy ilyet javasolunk. Mondta a hatósági személy, tehát a hatósági személy az a hatóság szája, szeme, orluka. Úgyhogy én hát eleget tettem a követeléseiknek. Mivel ugye a maradék három autóra, a Skodáról, az 1002-es Ladáról, meg az AX-amról nem volt semmilyen információm. Én mondtam, hogy megpróbálom még a vastelepre eljutni, és Ha még azokat éppen nem zúzták be, akkor megkeresem őket. Hát megkerestem őket, megtaláltam a két zsigulimat, amit azóta szerintem eladtak, mert kivették a kupacból, félrerakták. A legutolsó információm szerint a Charger még mindig ott van.
még megtekinthető, de szétbaszták targoncával, úgyhogy semmi értelme bárkinek is megvásárolni azt, ha csak nem kell automata váltó egy ilyen chargerbe, mert az ott van és működik. Ha azt az autót, hogy tesztek bele benzint, ez egyből indulna, csak mondom. Megcsináltam. A piros zsigulimet valószínűleg eladták, mert hát mégiscsak egy első szériás, első évjáratos kombi. Tuti, hogy valaki megvette. A zöld zsigulimet is valószínűleg, mert ez egy jó karosszéria volt. Igazából ott már csak a piros kombit, meg a zöld zsigát találtam, meg a Chargert. A többit azt mind bezúzták, megette a kohó. Május 27-i e-mailemben írom 19 óra 39 perckor, tisztelt hatósági személy. Ahogy szerdán, 5. hó 3-án ígértem, utána néztem a kérdéses három jármű egyedi azonosítójának. Mivel ezeket a járműveket 4. hó 20-án történt szemle során kapott utasítások alapján, még az írhatom, hogy a szóbeli utasítások, de tök mindegy, így se úgyse számít semmit. 28-án megsemmisítésre átadtam a pont-pont-pont Kft. Részére, amelyről a bizonyítatot az előző e-mailben megküldtem a hatóság részére, már csak a Lada 1200-ast, a Lada 2102-t és a Plymouth Turismot találtam a telephelyen. A másik két kérdéses autó az AX-on 400-as, Skoda 120 már megsemmisítésre került. Ugyanúgy, mint a Jaguar S-Type-om, a BMW 25 TDS, az Iveco Eurocargo, ezek egyedi azonosítóit nem tüntették fel a 04.20-án történt szemle jegyzékében. Az 1002-es Lada alvásszáma XTA 2101 130 C4 ... Levelemhez csatoltam az Iveco Eurocargo vételi jegyeit, így az összes 04.20-án kelt jegyzőkönyv megsemmisítésre kiírt jármű megsemmisítésre került. Valamint az 5. hó 3-án személyes találkozón feltett kérdéseimre szíveskedjenek választ adni, miszerint a 2012 évi... Fú, de nem vagyok jó romai számokban. Szóval! Paraszba toljuk, ez van, Tomi tudatlan. 2012 évi CLXXXV, ez valami pornós törvény lesz. Meg lehet érte baszni az embereket. A hulladékról, vagy más törvények milyen formában tartalmazzák a gépjárművek hulladékká válását, illetve a gépjárművek bontását. Valamint melyik az a rendelet, amely szabályozza, engedi vagy megtiltja egy magánszemély számára saját járműveinek javítását, karbantartását. Tisztelettel, Bóla Tamás. És adottam hozzá egy faszak is panorámaképet, ahol látszik a két zsiguli meg a Charger. Itt jön be egy kis intermezzo, mert elérkezünk május 9-ére. Amikor is arra ébredtem, hogy Facebook pörgetés közben a WC-n, hát majdnem beszartam, ugyanis akkor történt, hogy Radics Petit, hát megújjazta a NAV, és gondoljatok bele, hogy én itt ülök ennek az ügynek a kellős közepén, leadatták velem az autóimat, aztán kiderült, hogy mégse adatták le velem az autóimat, mert csak én voltam nyilvánvalóan a hülye, és nem azért, mert azt mondták, hogy takarítsak el mindent, és még a megmaradt papíros autóimra is fújogtak, hogy milyen autók maradtak még ott! És akkor jön ez a hír, hogy a süsű a sárkány miatt kiszállt a NAV fegyveresekkel a Radics Petihez. Én gyakorlatilag ott ültem a WC-n, kezemmel a telefonnal, és így, mondom, ilyen nincs. Nem hiszem el, ez nem történhet meg. Ez milyen Black Mirror epizód? Hát ott voltam úgy, hogy tényleg, hogy ez ennek vége. Tehát itt semmi. Itt maximum Csigér Alex mehet a YouTube-on, meg esetleg autóbemutató. Tehát Draskovics Andris még jól van, a Speedzone-ék még elmennek, ők nyilván műhelyet csináltatnak mindent, meg az Ámon Olivérék faszák, mert ugye hát a Merci Bontó az mindent betakar. Meg esetleg Dögvész Szerviz úr, meg Zambelli Ákos van még egész faszán el, de ők is vigyázzanak, mert a videók alapján akkor meg lehet őket újjazni, hogyha bármit véletlenül rosszul csinálnak, hogy a háttérben nem úgy néz ki valami. Tóha Süsi a sárkány jött és megbaszta a Radicsot, hozzám megjött a hatóság és hát, na, hatóság vasökle, fölment így, na, így idáig. Itt dudorodott ki. Na mindegy, ez csak egy kis intermezzo, van még e-mail, amire nem válaszoltak persze. Szóval miután a május 7-i e-mailemre nem igazán válaszoltak úgy 27 napig, mert hát ugye abban egyeztünk meg, hogy ők a kormányablak segítségével lekérik az adatait az autóimnak, mert hát nyilván hatóság, ők hozzáférnek mindenhez. Persze olyan kus volt, mint az áll. A telefonon nem kerestem őket, mert így is elég volt, bár egyébként kereshettem volna, kíváncsi lettem volna, hogy mennyire idegesen válaszolnak a dolgokra. Bár aztán lehet, hogy pont leszarják el egyébként az egészet. Csak egy ügy a sokból, most Istenem, megbüntetjük majd a parasztot valami összegre, aztán kész. Ha meg nagyon, nagyon pattog, majd úgyis talajcserét rendelünk el. Szóval, május 30-án 8 óra 20 perckor írtam egy csodálatos levelet. Tisztelt hatósági személy! Érdeklődnék, hogy járműveim forgalmi státuszát ellenőrizték-e a gépjármű nyilvántartásban, és összevetették-e az általam rendelkezésre bocsátott járműszolgáltatási platform továbbiakból ISP elérhető adatlapokkal. Ezek a járművek nem voltak véglegesen kivonva a forgalomba, hatóságilag ideiglenesen kivont státusszal rendelkeztek.
illetve amennyiben véglegesen kivoltak vonva a forgalomból, a 267/2004-es kormányrendelet a hulladékkel vált gépjárművekről hatályba lépése előtt kerültek végleges kivonásra. Zárójelben megjegyeztem dőlbetűvel, hogy ez a rendelet már nincs hatályban, azonban ez volt az első rendelkezés, amely szerint a gépjárműveket Magyarországon csak gyártó, forgalmazó vagy autóbontó által lehet véglegesen kivonni a forgalomból. Az autós köznyelv roncs törvényként hivatkozik rá, jelenleg a 369/2014-es kormányrendelet ugyanezzel a névvel van hatályban. Ezek alapján a szemlejegyzőkönyvben felsorolt gépjárművek a törvény szerint nem válhattak veszélyes hulladékká, mivel a 369/2014-es kormányrendelet szerint, ugye itt megint bemásoltam, hogy mitől hulladék a rendelet szerint a hulladék, valamint továbbra sem kaptam választ az előző 5. hó 7-én küldött e-mailemben, és az előtte 5. hó 3-án személyesen feltett kérdéseimre, miszerint mely rendelet szabályozza, hogy magánszemély saját járművének javítása karantartását végezhesse, és a hulladéktörvény milyen formában tartalmazza a gépjárművek hulladékkel válását, illetve a gépjármű bontását. Az egyes számú kérdésben az 1/1990-es KHVM rendelet a gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételéről szóló törvényen kívül nem találtam más ideig vonatkozó jogszabályt, ezt már egyszer ugye felolvastam. Ennek első paragrafusának első pontja a rendelet hatálya a jármű fenntartó tevékenységet végző vállalkozásokra, járműfenntartó szervezet terjed ki. Itt a probléma, én nem vagyok az. És hát ugye a második paragrafusának A pontjában járműfenntartó tevékenység definíciója, a közúti közlekedés szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott gépjárműveken, kivéve trolibuszt, és ezek pótkocsiain, továbbiakban együtt jármű, végzett az egyes számú mellékletben meghatározott szolgáltatási tevékenység. Ezek alapján, azt már írom, bár egyéni vállalkozó vagyok, Bolt Tamás EV, egyéni vállalkozóként semmilyen járművekkel kapcsolatos tevékenységet nem végeztem. Abból anyagi előnyöm nem származott, ezeket a járműveket saját szabadidőmben saját részre javítottam. Amit a fenti törvény véleményem szerint nem tilt, mivel erre nem terjed ki a hatálya. Mert nincs ott, hogy járműfenntartó szervezetekre és jármű tulajdonos magánszemélyekre. Vagy akár csak simán magánszemélyekre. A második számú kérdésben a 2014/69-es kormányrendelet a hulladékkel vált gépjárművekről első paragrafus B pontjában találtam leírást. Ezt már a 30-án küldött e-mailemben is leírtam, ugye ezt leírom újra. Ezekre a kérdésekre továbbra sem kaptam hivatalos választ, vagy bármilyen érdemi reakciót. Ezeket a rendeleteket nem ismertették velem a 04.20-án történt szemle továbbiakban szemle alkalmával. Közölték velem szóban, hogy illegális autóbontási tevékenységet végeztem, valamint szóban felszólítottak, hogy a edzőkönyvben megjelölt 8 darab járművet, Skoda 120, Lada, stb. Felsoroltam az autókat, adjam át egy hulladékkezeléssel foglalkozó cégnek, és az átadás tényét az átvételről kapott elismervénnyel hatóságnak bizonyítsam. A JSP-ről letöltött adatlapot a helyszínen nem fogadták el. Azt sem fogadták el, hogy ezeket az autókat én eladom, vagy elviszem máshová, ragaszkodtak ahhoz, hogy csak is átvételi bizonylattal tudom én azt bizonyítani, hogy ezek az autók megsemmisítésre kerültek. Ezt ott nekem mondták. Ha ezt nem mondták volna, higgyétek el, nem adom le az autóimat. Mert ilyen nincs. Én nem adtam, és én a büdös életben nem adtam volna le ezeket az autókat így, ilyen formában hulladéknak. Mert nem hulladék. Ráadásul szárazra fektetett roncsautóként vették át tőlem, mondjuk tök mindegy, örültem, hogy egy cég átveszi a megyében. Ugye most az új koncesziós törvény miatt, és egy autóbontó sem vesz át autót, meg semmit sem, főleg aminek nincsen rendszáma, vagy már esetleg valami hiányzik róla. Innentől gyakorlatilag meg voltam lőve. Ha nem viszek papírt, akkor a hatóság még meg fog engem amuzálni, hogyha meg viszek papírt, akkor leadtam élő papíros autókat. Most akkor 22-es csapdája. Hát én jogkövető állampolgár akartam lenni, ez kurva nagy hiba volt. Az eljárás során jogiszeműen ezt teljesítettem, úgyhogy a törvényi háttérrel nem voltam tisztában. Feltételeztem, hogy a hatóság ellenőrei ezzel teljes mértékben tisztában vannak, hiszen ez a munkájuk. Egyébként senki ne zavarjon a háttérben a traktor, H. András már biztosan sipákolna miatta, de ez még mindig falu. A szemlejegyzőkönyvemben tett nyilatkozatom, már idézőjelben írom, az azóta tudomásomra jutott információk szerint nem tekinthető megalapozottnak, mivel félre, illetve nem tájékoztattak megfelelően. A járművek bontását nem végeztem, a szemle során közölték velem szóban, hogy ha megbontom a járművemet, az a jármű bontásnak minősül. Ezzel szemben
A 369/2014-es kormányi rendelet a hulladékelvált gépjárművekről szóló második értelmező rendelkezések harmadik pontjában rendelkezik, miszerint a bontás gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dolgi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kipesítése jogosultsága végezhető hulladékkezelési tevékenység, amely magában foglalja a hulladékelvált jármű alkatrészeknek történő szétszedését, illetve a hulladéknak minősülő bontott gépjármű újra alkatrész újrahasznosítását, előkészítését. Itt ugye bár az a csavar, hogy honnantól hulladék a hulladék gépjármű? Mert ki mondja azt, hogy egy gépjármű hulladék? Ha nem megy a klíma az autódban, az a gépjármű hulladék? A hulladék törvényben úgy van leírva, hogy bármi, ami részben vagy egészben elveszti a funkcióját, az hulladék. Mivel az nincsen nálam kinyomtatom, hogy 90 oldal, de mindenképpen linkeltem a leírásba. Innentől gyakorlatilag egy defekt is hulladék lehet. Ha defektet kap az autód, az hulladék. Mivel te magad nem tudod megjavítani, nem javíthatod meg, ezek szerint, innentől bármilyen jármű meghibásodás vezethet ahhoz, hogy a gépjármű hulladékká válik. Ha egy egyéves autóval megszarnak a porlasztok, az a gépjármű gyakorlatilag hulladékká vált, mert részben vagy egészben elveszítette a funkciót. Ez egy olyan szintű saját farkába harapó kígyó, hogy ez a törvény, ez messze nem életszerű. Az új hulladéktörvény hulladék. Mivel a járműben javítás céljából voltak szétszerelve, lásd Jaguar meg itt az összes többi, azok alkatrészei javításra voltak előkészítve a jármű későbbi összeszerelésének céljából. Ezekre a szemlegi jegyzőkönyvében bontott alkatrészekként hivatkoztak. A jármű bontásra vonatkozó állításomat a 14/369-es kormányrendelet alapján és a 14/69-es kormányrendelet alapján szeretném visszavonni. Mivel nem történt végleges szétszerelés, valamint a szemle jegyzőkönyvében leírt 8 darab jármű a rendelet szerint nem vállalhatott hulladékká. Ezáltal az elszállítás a vélemény szerint nem volt szükséges. Volt egy videó, amiben a Jettát ketté vágtam és úgy raktam fel az utánfutóra, amit ugye ugyanahhoz a KFT-hez vittem el, mint megsemmisítésre váró járműben, nem volt benne egy épp alkatrész. A 2014/369-es törvényben van egy olyan kitétel, hogy a hulladékká vált gépjárművet szállítás során nem tekintik veszélyes hulladéknak. Ergo, amíg áll a fűvön otthon, veszélyes hulladéknak tekinthető a hulladékká vált gépjármű. Amikor én azt kiszedem onnan, amitől én elkezdem manipulálni, hogy elszállítsam a hulladék átvevő helyre, nem veszélyes hulladék. Sőt, nem is hulladék, mert addig nem válik hulladékká, amíg ott nekem át nem veszik. Gyakorlatilag a törvény szerint. Értitek, hogy ezt bárki bárhogyan össze-vissza húzkodhatja, szintén egy olyan gumiszabály, hogy nincs leírva egyértelműen pontosan, hogy innentől fogva a hulladék a jármű, mert mindent lehet javítani tulajdonképpen. Tehát ha egy összetört, rombátört autóról beszélünk, technikailag még azt is meg lehet javítani. Nem gazdaságos, de onnantól nem feltétlenül hulladék. Tehát értitek a problémát? Ez egy nagyon-nagyon faramoci gumiszabály. Mert itt ez a robur. Van egy szürke forgalmia. Kéne neki egy festés, még meg kell csinálnom ezt az oldali trepnit, meg gyakorlatilag a fékeit kéne felújítani, ami durván 200 000 forintba fájna, komplet új munkahengerekkel, új csövekkel, mindennel. A motorja jó, a platóját rendbe kell tenni, és gyakorlatilag mehet műszakira. Mert ez az autó papíros. Azért, mert bizonyos funkciói nem működnek jelen állapotában. Hulladék? Ha én ezt felújítom, hulladékkezelést végzek? Értitek a problémát? Ezek a járművek 23.5.10-ig el lettek szállítva saját költségemre és meg lettek semmisítve. Az erről kapott bizonylatok a hatóság számára átadásra kerültek digitális formátumban e-mailben. Érdekes módon az a ítéletben, ami igazából egy határozat, fel tudták használni, és érdekes módon ezek nem válaszoltak. Szóval, ja. Az idézett rendeletek alapján ezek a járműveket nem kellett volna megsemmisíteni, ezzel nekem tetemes anyagi kár keletkezett, mind a járművek értékéből kifolyólag, mind a szállítás költségéből és időtartamából kifolyólag. A szemle során kifogásolták a járművek udvaron történő tárolását, műszaki védelem hiányát. Ezt orvosoltam a megmaradt járművek gazdasági épületbe való elhelyezésével és a megfelelő polipropilén anyagú folyadék felfogó tálcák alájuk helyezésével. Zárójelben a járművekből semmilyen folyadék nem szivárogott és továbbra sem szivárog. Ugyebár itt feltettem továbbra is a kérdéseimet, amik eddig is megvoltak, valamint kiegészítettem újabb kérdésekkel, mely jogszabály szabályozza, tiltja más tulajdonába jövő gépjármű saját telkemen való tárolását,
Mely jogszabály szabályozza tiltja a forgalomból ideiglenesen kivont járműveim udvaron, idézőjelben fűvön, szabad téren való tartását? Várom a válaszukat, tisztelettel, Bóla Tamás. Válaszukat várhattam. Majd 2023. június 20-án 11:11 úgy eltaláltam, küldtem egy remindert. Tisztelt hatósági személy! Érdeklődnék, hogy az eddig elküldött levelei megérkeztek-e, valamint van-e esély arra, hogy a feltett kérdéseimre bármilyen formában választ, vagy visszajelzést kapjak. Továbbra is várom a válaszokat. Tisztelettel, Bóla Tamás. Majd rá egy napra mindezt elküldtem az osztályvezető asszonynak is, a teljes e-mail folyammal, mindennel együtt. Továbbra is várom a válaszokat. Szóval srácok, én értem, hogy a hatóság áll mindenek és mindenki felett. Rendben van, de egy ilyen kérdéses ügyben, ahol gyakorlatilag megszivattak, mert hát már azt vártam, hogy mikor ugrik ki valahonnan a bokorból, hogy kandi kamera, mondjuk azért paraszt lett volna, hogy ezután benyögik még, hogy it's a prank bro. És hát ezek után az 57. napon kelet felől megjelent a papír. Na igen, a pótlaknak is kéne már haladnia, nem itt kéne tartanom, de hát sajnos valaki telibe szarta az egész évemet, illetve az évnek a felét minimum, úgyhogy ennek már festve kéne lennie, meg a fürdőszobának is azért helyjel közzel alakulnia kéne. Egy is sem teszi. Félre gondoltam ki a borítékot, mert hát ahogy tapasztaltam az eljárás során tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit mondok, maximum rontani tudok a saját helyzetemen. Ők ezt már eldöntötték, hogy én illegális autóbontós vagyok, meg hulladékkezelő. És hát egyébként a személyes találkozónk alkalmával a hivatalban 3-án, május 3-án már egy ilyen 800 000-es bírságot vizionáltak nekem. És hát fogtam magam, kibontottam, elkezdtem olvasni, és hát meglepődtem. Nem hittem volna, hogy a hatóság egyébként tud önkritikát gyakorolni, mert az autóim, mint útközben kiderült, nem voltak hulladékok, meg hát nem beszélve arról, hogy ezzel nekem okoztak egy minimum 2 milliós kárt, meg hát ugye, ami még ennek a származéka, hogy ezek az autók többet nem lesznek videóban. Meg hát tulajdonképpen szél is basztak a kis életemet. Ja nem, megbasztak 185.139 forintra, engedély nélküli hulladékkezelésért. Szóval itt van a kezemben a Vas vármegyei kormányhivatal határozata, ami ugyebár nekem szól Bóla Tamásnak, aki engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenység miatt a hulladékokkal kapcsolatos rendelkezések megszerzésére tekintettel 166.500 forint veszélyes és 18.639 forint nem veszélyes hulladék gazdálkodási bírságot, azaz összesen 158.139 forint összegű hulladék gazdálkodási bírság megfizetésére kötelezem. Egyúttal az engedély nélküli hulladék gazdálkodási tevékenység folytatását tovább megtiltom. Senki nem beszélt az egész eljárás alatt nem veszélyes hulladékról. Majd itt rendelkezik, hogy milyen számaszámra utaljam el 45 napon belül a bírságot, nem fogom. És itt írja a második részben, hogy határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, tehát bazd meg. A közléssel véglegessé válik annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a közlésre szállított 30 napon belül a győri törvényszékhez lehet benyújtani. Na de, ugorjunk a juicy részekre. Nos, akkor kezdjük az indoklással, ami ugye azért van a második oldalon az 5-ből. Osztályomra állampolgári bejelentés érkezett illegális autóbontási tevékenységről április 13-án. Szia Adrián! A bejelentésben szerepelt Bóla Tamás neve, címe és a YouTube közösségi videó megosztó portálon felelhető csatornája MHVlog. Iratkozz fel! Ahol olyan videófelvételek szerepelnek, ahol autóbontási javítási tevékenységet végez. Osztályom hatósági eljárói 23. április 20. napján helyszíni ellenőrzést végeztek Bóla Tamás természetes személy lakóhelyén. Az eljárók az ellenőrzés során megállították, hogy a bejelentés tevékenységét a szám alatti ingatlanon végzi, ellenőrzött által előadottakat a mit tudom én hányas számú jegyzőkönyvben rögzítették. Az a szám, amit felolvastam. Bóla Tamás az ingatlan engedély nélküli autóbontási jelentelését végzett. Helyszínen talált 11 darab gépjármű közül 3 darab gépjármű rendelkezett okmányokkal. A tevékenységből származó olaj vagy egyéb környezetre káros anyag, mint szennyezést helyszíni szeme során nem találtunk. Helyszín nem felett meg gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dologi feltételére szóló rendelet 3-as számú mellékletének, de a 90/1-es törvénynek az első mondatának sem felel meg. A jegyzőkönyvben Bóla Tamás az autóbontási tevékenységet elismerte. Igen, elismertem, nagy kár, hogy nem volt bekapcsolva a hangrögzítő, de hát mindegy,
Ez van. A KGB is addig verte a medvét, amíg azt mondta, hogy nyúl. Már aki ismeri a viccet. Lehet belinkelem a leírásba. Lehet, hogy nem. Nyilatkozatában kifejtette, hogy haszonszerzés célja nélkül saját gépjárműveinek szervizelése céljából szerelte a járműveket, vállalta az ingatlanon található felsorolt 8 darab gépjármű igazolhatóan engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadja. Amit nem kellett volna, ezt egyébként írja itt is. Átadás igazolást a hulladékgazdálkodási osztály részére jelen határozat kiadását megelőzően bemutatta. Jelen határozat kiadását megelőzően osztályon megkereste a Vasvármegyei Kormányhivatal Szombathelyi járási hivatalának kormányablak osztályát, hogy az említett 8 autó közül melyek azok, amelyek ideiglenesen vannak kivonva a forgalomból. Adatszolgáltatás eredményeként megállapítást nyert, hogy 8 darab gépjármű közül 3 ideiglenesen van kivonva, ami 4 volt egyébként. Ezek nem váltak hulladékká, ergo jönnek nekem minimum 3 autóval. A Jaguar S-Type típusú gépjármű azonosítása során kiderült, hogy olyan egyedi hatósági jellel volt ellátva, amely nem ehhez a gépjárműhöz volt regisztrálva. Na ez a mondat, ez kiverte a biztosítékot. Mikor felhívtam a figyelmét, hogy mikor nézegették a Jaguaromat is, hogy ez a jármű egy egyedi rendszámmal volt ellátva. Ott volt a szélvédőn a matrica, és leírják, hogy hamis rendszám volt rajta gyakorlatilag. Nem ehhez a járműhöz való rendszám. Nem volt rajta rendszám, matrica volt rajta, egyedi rendszám, amit a rendszám tulajdonosa tovább vitt a következő autóira. Hogyha ezt a kormányablakban megnézték volna, ők látják, hogy ez a rendszám hol és milyen autókon szerepelt. Mindent látnak. Mindennek meg kell lennie, hogy ez az autó valaha ezzel a rendszámmal futott. Gyakorlatilag még nyakamba akarnak varni egy egyedi adósítóba való visszaélést is. Mert ez arra ad jogalapot. Mikor az ember elmondja, megmutatja, és akkor utána én megkapom magamét. Itt látszik, hogy mennyire vették figyelembe bármit, amit mondtam. Együttműködtem a hatósággal. Megtettem mindent azért, hogy minden információt megkapjanak. És onnantól még ez is. Tovább az 1002-es Lada alvász számú gépjármű nem található közhetes jármű nyilvántartásra. Pontosan nem található, ugyanúgy, ahogy a piros zsiguli sem található, mert amikor a 90-es évek legelején voltak kivonva, azoknak nincs digitális nyoma. A robúrnak sincs, azt is csak a központi nyilvántartó papíralapú nyilvántartásra találhatnák meg. Az összes ilyen régi autónál ott kell lennie a kartonjának a papíralapú nyilvántartásban. Ezt kikeresni időigényes. Ebből is látszik, hogy gyakorlatilag ott átmentek az okmányirodába, vagy küldtek egy e-mailt, hogy figyuka, nézzetek már meg nekünk ezeket az autókat. Ja, hogy nincs, köszi, aztán ennyi. És hoztak egy határozatot erre. Természetesen ez csak a privát véleményem, valószínűleg nem így történt, de történhetett volna akár így is. A 2012-es évi hulladékgazdálkodási törvényben hulladékgazdálkodása, hulladékgyűjtése, szállítása, kezelése, ilyen műveletek felügyelete, kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenység, továbbá hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint hulladékkezelő létesítmények utógondozása. Na most, mivel az autóim még mindig nem voltak hulladékok, bármennyire is mondják, tehát ez nem 100%-osan bizonyított, hogy ez az autó hulladék volt, onnantól nem kezeltek hulladékot. Az, hogy hulladékként átvették, az már nem az én bajom. Én leadtam azokat az autókat, aminek élő papírjai voltak. Mert nekem a hatóság azt mondta. Ha a hatóság nekem nem azt mondja, én ezt nem teszem meg. Valamint a 62-es paragrafus első bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási tevékenység e törvényben meghatározott kivétellel hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartás vétel alapján végezhető. No shit. A hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartás vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartás vétel vagy bejelentés nélkül továbbá attól eltérően végez a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási bírság mértékétől, valamint kiszabásának, megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetését kötelezi. Már nem tudom bizonyítani, hogy azok az autók, azok itt voltak, az enyémek voltak és nem hulladékok voltak, mert nincsenek itt és már kiskanalak. Még szerencse, hogy egész jó körül vannak videózva és le vannak dokumentálva. Három, haladjunk tovább, mert ez elég cifrai is. Balogh Tamás a megnevezett tevékenység végzésére sem hulladékgazdálkodási engedéllyel, sem egyéb más engedéllyel nem rendelkezett. Ezért vele szemben a hulladékgazdálkodásnak minősülő tevékenység jogellenes folytatása miatt a számú értesítésemmel megindítottam a hulladékgazdálkodási bírságolási eljárást. Egyébként azt mondták a telefonban, hogy tulajdonképpen, hogyha nem történik szennyezés, és a tevékenységet tulajdonképpen befejezem, és leadom a szerintük hulladék, szerintem nem hulladék járműveimet,
akkor el szokták engedni a bírságot. Tehát tulajdonképpen megszüntettem mindent, de nyilvánvalóan én vagyok a lófasznak a rosszabbik végén, tehát az én véleményem az kissé elfogult magammal szemben, és még így is megbírságolnak. Tehát értem én, hogy nem szabad megijeszteni az embert, nehogy véletlenül elkezdeni összepakolni. De így, hogy bekamúznak a telefonba valamit, kijönnek, ketten, egy ellen, nem volt nálam itt senki, mindenki dolgozott a családban, nem tudok ide rángatni csak úgy másik embert. És hát igen, foghattam volna a kamerát és a pofájba tolhattam volna. Azt kellett volna csinálnom, rendben van, ez az én lélek jelenléti problémám volt, az én hibám az, hogy nem tudom exakt bizonyítani a saját hazugságaikat. Bár így is van bőven mit mutogatni, már így amit ugye hallottatok, meg amit láttatok. Szóval bővelkedik az ügy érdekes részletekben, viszont azzal gyakorlatilag földbe lehet őket döngölni. Így viszont összezárnak, nem úgy emlékeznek rá, mint én. Ők ketten vannak, én egyedül, én ráadásul brutális stressz helyzetben voltam, tehát innentől nem is emlékezhetek jól tulajdonképpen. Ami egy fasság, mert nagyon sok mindent megjegyeztem arról a napról. Egy örök életre megjegyeztem. És mi meg is büntetnek illegális hulladékgazdálkodásért. És emellett semmilyen kérdésemre érdemi választ nem adnak. Csodálatos. Nem végeztünk még, csak a harmadik, és a felénél tartunk. Bola Tamás az eljárás megindítását követően nyilatkozat tételi és iratbetekintési jogával élt. A nyilatkozat tételi jog az maradjunk annyiba, hogy ők írtak valamit, én meg idegből aláírtam az egészet a picsába. Én hibám. Elmondtam. Belenéztünk az iratokba, meg volt egy kis beszélgetésünk, azt hallottátok. Ez a pont-pont-pont számú jegyzőkönyv rögzítése került. Apropó pont-pont-pont számú jegyzőkönyv május 3-ára pillanat. Ez szerintem nem is került bele abban a részbe, de ha igen, akkor majd legfeljebb bevágom oda, nem tudom. Vagy itt hagyom, mert ez ilyen a végére tök jó poén. Most a jegyzőkönyv első oldalának a legutolsó mondata legalul. Ez az a rész, ahol azt írja, az eljáró ellenőrzést végző és az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévő ügyfeleket és az eljárás egyéb résztvevőit a jogaikra, kötelezettségeikre, különös tekintettel. Ugye itt írja, hogy nyilatkozattételre van joga, vagy ennek megtagadására, az ügy szempontjából jelentős valótlan tényállításokat, hogyha elhallgatjuk, akkor az dádá lesz, és hogyha akadályozzuk az eljárást, akkor megint csak dádá lesz. Alatta mondat. Az ellenőrzött KFT képviselője kijelenti, hogy a jogokra, kötelezettségekre vonatkozó kiutatást megértette. A KFT én vagyok. Még arra sem vették a fáradtságot, hogy az eljárásban írt jegyzőkönyvet, ezt a sablon jegyzőkönyvet legalább annyira pofozzák, hogy nagyjából úgy nézzen ki, mintha az én ügyemre vonatkozna. A rendelkezésre álló dokumentációból megállapítom, hogy összesen 2260 kg 1601 azonosító kódú hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem veszélyes összetevőt megnevezésű, illetve 2000 kg 1601-04 azonosító kódszámú hulladékká vált gépjármű megnevezésű hulladék engedély nélküli gyűjtése történt. És ezt miből számoltak ki? Matematikusan? Ez nem, hogy Lőrinc, én nem tudom, hogy honnan számolták ki. Nincs leírva, hogy most akkor melyik autó volt hulladék. Mert itt csak 3 darab ideiglenesen kivont járműről beszélt, ahol ott 5 darab van, ami ideiglenesen ki volt vonva, és vagy egyéb nem véglegesen kivont státusza volt. És emellett élek a gyanúval, ez csak az én meglátásom, hogy lehetséges, hogy nem nézték meg a papíralapú nyilvántartást a zsiguliimmal kapcsolatban, és bedobtak gondolom az általam leadott átvételi jegyekből, amik ugye szárazra fektetett autókról szólnak, most pont leszartam, vegyék át valahogy, aztán kész, legalább valahol le lehetett adni, holott nem fektettem szárazra őket. Mindegyikben benne volt minden folyadék, azok gyakorlatilag volt, amelyikkel beálltam a kupacba. Hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása, továbbá a hulladékgazdálkodásnak minősülő tevékenység jogellenes végzése miatt szankció kiszabása, valamint tevékenység folytatásának megtiltása indokolt. Hát a szankciók pedig rosszak a kormány szerint. Aztán itt egyébként jön egy kellemes kis matek példa, gyakorlatilag pont olyan, mint amiket szoktunk kapni matekból, hogy a Tominak 8 darab autója van a telkén, amiből valamelyik véglegesen ki van vonva a 2004-es roncstörvény előtt, akkor milyen hosszúságú hatósági dildóval passzuk meg a kis valagát. Itt utána írja egy felülvizsgálat kérhető, meg az általános jogszabályokat a témában. Hát ja, ez van srácok, nem lettünk okosabbak. Még mindig nem tudom, hogy miért hulladékok az autóim. Gyakorlatilag megmondták, hogy ha még egyszer kijönnek, instant bírság. Teljesen mindegy, hogy mit csinálok, nézik a videókat,
kijönnek, instant bírság. Hát persze ugye megmutattam Ádámnak is a dolgot, és hát fölvettem a reakciót. Ugyanis következik egy igazi reakció videó itt, a YouTube-on, az MHV csatornán. Itt a kávét? Nem, de van. Nincs, de van valami helyette. Mondom, jobb, mint a kávé. Most reggel olvastam. A nézők ma tudják egyáltalán, miről van szó? Ez abban a videóban megy bele. Ja, értem. Reakció videó. Fölveszem, hogy torzul a fejed majd. Várj, ez az ötödik oldal. Ez az első. Van hat. Vágom. Fú, amikor már az embernek a neve minden benne van. Jó az. Az indoklás se rossz. Már az indoklásig még nem jutottam el, egyelőre az összegig jutottam el. De már arról volt, hogy nem találtak hulladék problémát? Te, az egyik autóm sem volt hulladék. 185.139, hát nem is az ülteti az embert picsára, bár mondjuk azért egy átlagos jövedelemmel rendelkező embernek azért ez is elég fájó, hanem a hozzávaló járulékos dolgok. Engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenység további folytatását megtiltom. Miről beszél? Bejött egy BMW az udvarra végül, és az majdnem az. Műszakiban forgalomban van. Tudod, fizetjük utána a sarcot, így nem az. Azt. Még hogyha köbméter szám locsogna belőle az olaj, ami nem. Az említett 8 autó közül, melyek az ideiglenesen vannak kivonva a forgalomból, ezért hulladékká vált gépjármű. Az édes anyátoknak azt a rongybetekert, hadd ne mondjam ki miért, ha egy jármű ideiglenesen ki van vonva a forgalomból, az miért hulladék? Ezt mondok kérdeztem tőlük. Mondok egy példát, itt van ez a Bajor traktor. Ugye forgalomból ideiglenesen ki volt vonva, mert természetesen ugye az adásvételi láncolattal lett megvéve, mert ugye hát senki nem írott át, ismerjük ezt, ki lett fehérítve a papírja most magyarul, csak kurva sok utánajárás. És műszakia volt. Tehát kérdezem én, hogyha ideiglenesen ki van vonva a forgalomból, az miért hulladék? De nálad volt a forgalmi. Nekem az a bajuk. De Tomi, lényegtelen, most, hogyha tételezzük fel, elveszett a forgalmi engedély. Ádám, ezt nem vették figyelembe. Jó, tehát azért... Ami hátul volt TDS, emlékszel rá, igen. Az ugyanígy volt. Ott a forgalmia nem volt meg. De ennek sem volt meg a forgalmia, ugyanis az Ajkai okmányirodában volt. Ez meg elvileg a Soproniban, vagy a Szombathelyben. De teljesen mindegy, tehát hivatalnál megvolt. Akkor magyarán megmondva, ez sem lehet volna, ez egy... Ez igazából ezt is le kellett volna akkor adni, ő szerintük legalábbis. Jó, és akkor még a felén én nem járok, gyerekek. Nem, csak a második oldal, vagy harmadik, nem? Gyerekek, azért az emberi jó indulat, tehát akkor most egy pillanat itt, hadd reagáljuk most ezeken a fasságokon kívül. Egyetlen egy dolog, ami most így eszembe jut, hogy amikor a Honda Bandi ki van akadva a motor, vagy a fűkaszás, illetve az inkább motorfűrészes srácra, és azt mondja, hogy 6 éve kell ilyen fasz kommenteket olvasnia, az nem probléma, gyerekek. Az a baj, amikor a virtuális térből, a faszopótról kilép a való életbe, és ott kártékonykodik, ahogyan ezt ugye Sanyival is megtette annó meg velem is, a munkahelyre telefonáló sztori. Te veled most így, velem ugye a csatornán keresztül most többek köz. Tehát, gyerekek, akkor itt, és akkor emellé meg még a hatóság asszisztál, érted? Egy név nélküli bejelentés, kedves masinista. Azért tegyük azt hozzá, hogy én nagyon jó iszonyúan jártam el, és én voltam a legnagyobb Balek az egészben, hogy jó, igazából valamilyen szinten Balek voltam, hogy elmondtad nekem a dolgokat, akkor figyelj, stressz helyzetben van az ember, ez olyan bazd meg, mint amikor tényleg nyomasztás hatására, presszúra hatására bazd meg egy vallomás kikényszerítenek az emberből. Figyelj, te még nem voltál ilyenben, én rúton is abban jártam volna, elsősorban volt a hatósággal épp elég összetűzésem még fiatalabb koromban, most sem vagyok öreg, de tehát én ezt megtanultam lekezelni, de jó gyerekek, én olvasom tovább, addig itt addig ezt lelövöm. Azért eléggé szomorú, hogyha most nagyon nyersen szeretném levonni a konklúziót. Kedves autóstárs, vagy éppen néző, vagy aminek akarod magad nevezni. Magyarország ma az a hely, ahol bármiért is megbaszhatnak. Nem fognak rád külön vadászni a hatóságok, csak legyen egy jó akaród. Innentől fogva otthon csak az izódat cserélt ki, vagy kerekezz át az autódat téliről nyárira, vagy fordítva, mindenképpen rá fogsz baszni, mert nem lehet. Ezek szerint értem, hogy itt a volumen más volt, de most téged, Tomi, meghúzkodtak, mint elvé, de te ezt, mint magánszemély csináltad. Tehát, Istenem, komolyan, te rossz indulatú. Fú, te.
Tudnék rád kedvesebb szavakat mondani, csak az a legszomorúbb az ilyenben, hogy az ilyen kis patkány, mint te, mert nem tudok rád szebb szavakat mondani. Arra nem vagy képes, hogy vállald a pofádat és a valós személyiségedet. Ettől függetlenül nehogy azt hitt, hogy bármilyen VPN meg egyéb fasságot azért rajta fogsz maradni. Nem fogsz a radar alatt maradni. Életednek a legnagyobb boldogsága és öröme legyen. Hát, srácok, lányok, én most a magam részéről beszélek. Többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy ha már egyszer a YouTube törölte a csatornámat, ezek után már nem is szeretnék újat. Mint látjátok, itt is a klasszikus kontentek dominál, azért nem fognak menni, mert el van lehetetlenítve. Ez az egyik. A másik, gyerekek, ezt a világot éljük. Csak ilyenkor tevődik fel az emberbe a jogosan a kérdés, hogy amikor te veszel egy autót, akkor te használati jogot veszel, vagy tulajdonjogot. Illetve kifizeted a vagyonszerzését. És kifizeted a horror vagyonszerzését, meg az egyéb sarcokat, de amíg fizetsz az autódra, akármekkora postalicska, addig nem gond az államnak, meg a környezetvédelemnek. Tehát az a baj, ez a greenwashing, ez most nagyon megy. A woke kultúra előszobája, gratulálok, szép vagy. Nem akarok politizálni, meg nem akarok belemenni a világ komolyabb dolgaiba, mert nem én vagyok a kompetens ember ebben, csak látom, amit látok. Ha veszel egy ingatlant, akkor te használati jogot veszel, vagy tulajdonjogot. De értem én, hogy nem kell köbméter szám összeborogatni, érted, fáradt olajjal a dolgokat, meg mit tudom én, de most bazd meg, a fenntartható dolgokhoz az is hozzátartozik, szerintem, legalábbis máshol, hogy van neked egy fostalicskád, és mondjuk a saját fostalicska, tehát nem üzletszerű fekete munkáról, meg blackizésről beszélünk, hanem van neked egy fostalicskád, és nem kell mondjuk újra legyártani azt az adott alkatrészt, amit lehet, hogy amúgy nem is lehet kapni, így az autó tovább használható, ez lehet, hogy csak az én szentimentális gondolkodásom. Mindegy, lépjünk ezen túl. Egy a lényeg, hogy na, én voltam nagyon sokáig az az ember, aki azt mondta, hogy itt élned, halnod kell. Most már egyébként azt én is meggondolom 6-szor. Tehát ez a rendszer, amelyik, ahova megy, ez az én magánvéleményem. Ez nem feltétlen jó irány, és itt nem feltétlen csak erre a dologra gondolok, úgyhogy valószínűleg én már nem akarok újra kezdeni, én már valahogyan kiszenverem itt az életet, de ha rám hallgattok, akinek van lehetősége, én is azt mondom, hogy adjön. Majd mi tartjuk a frontot. Nem, ez a gyerekek, az a baj, annyi gondolat kavarog a fejembe, és mondanék még egy-két dolgot, csak nem lehet. Kicsit jobban belemennék mélyebben, de nem én vagyok aztán ebben a kompetens személy, úgyhogy Tomi, ezt a videót folytasd onnan, ahonnan gondolod, mert hú, te olyat rage-elnék, hogy úgy. És nem az a probléma, gyerekek, itt mindenki el van foglalva, vagy meg vagytok etetve a picsából sok hülye maszloggal, bazd meg, az a baj. El van hülyítve mindenki, megy a fasság. A lényeges dolgokra meg nem figyelünk oda, hogy körülbelül most érik fel a szabadságunkat. Nem csak ezen a téren, ez csak az előszobája, mert ez nem mindenkire vonatkozik, csak egy-két autós faszra. De majd amikor egyéb jogaid is csorbítva lesznek, majd akkor gondolkodjatok el, barátaim. Szevasztok. Persze nem csak Ádámnak mutattam meg ezt a történetet, meg úgy az egész sztorit, és hát mindenkiből hasonló reakciókat váltott ki. Ezt senki nem hinné el, hogyha ezt csak úgy minden nélkül elmesélni a neten. Gyakorlatilag, ha nem veszem fel azt a hanganyagot, egyszerűen senki el se hinné, hogy ez megtörtént velem. Tehát ez hihetetlen, logikátlan, és semmiképpen sem a környezetvédelmet szolgálja. Mert ez sok minden bazd meg, de nem környezetvédelem. Ding! Jogosan tevődik föl, srácok, a kérdés, bennem legalábbis föltevődött, nem tudom, bennetek föltevődik-e, hogy mi a retkes fasz lesz most? Mert ha szigorúan csak azt vesszük, amit az ügyintézők mondanak, mert hát nyilvánvalóan, amit én mondok, az nem jelent semmit. Amit a hatóság mond, az a törvény tulajdonképpen, ha jól értelmezem. Nem lehet semmi olyan autód, aminek van valami hibája. Emellett teljesen mindegy a nálad lévő jármű jogi státusza. Gyakorlatilag hulladék szempontból az autónak a tulajdonjoga semmit nem számít. Az autó nem lopott,
nem hiányzik senkinek, és a státusza az ideiglenesen kivont. Azt, hogy kivonta ki, vagy kérelemre, vagy hatóságilag, vagy átírás elmulasztása miatt, kvázi tök mindegy. Semmilyen eddig feltett kérdésemre érdemben legalábbis azon kívül, hogy nem lehet, nem, ilyen nincs, és mi valószínűleg ezért is bűnöző vagy, nem válaszoltak, nem rakták elém a törvényt, hogy nézd, ez a bekezdés, ez a sora, ez a mondatnak, ez a szava vonatkozik a te járművedre és rád. Nem volt ilyen. Miért te tartani felújításra alkalmas járműveket? Lásd, itt ülök benne az egyikbe, a roburba, amit fel lehet újítani. És véglegesen kivont jármű? Oké, teherautót ki tudsz vonni véglegesen jelenleg is. Vagy legalábbis meg határozatlan időre. Mondjuk ezt megint nem értem, hogy teherautót lehet, akkor autót miért nem lehet. Ez nagyobb darab vas, sokkal nagyobbat tud szennyezni a hatóság szerint. Meg hát miért ne állhatna... Én nem ütögetem a kormányt, jó? Meg hát miért ne állhatna forgalomból ideiglenesen kivont jármű az udvaromon, füvön? Mi a különbség a forgalomban lévő járművel? Egyik sem szennyezhet. És nem is szennyezett, hiszen nem tart a szennyezést. Másrészt, miért ne állhatna más autója az udvaromon? Az alapkérdés, a leges-leges-leg alja ennek az egésznek, a piramis alapja, mitől hulladék egy gépjármű? Honnantól hulladék? Azt tudjuk, hogy biztosan onnantól hulladék, hogy bekerült a bontóba és kivonták a forgalomból. Ez rendben van. Miért mondják azt, hogy csak azért, mert azt a jegyzőkönyvet aláírták, elhangzott, hallottátok. Valami kimentünk és felírtuk, hogy ezek nem igazolt eredetű autók, papírok nélkül akkor lett hulladék. A mi aláírásunktól lett ez a 8 autó hulladék, nem attól, mert elvitted. Az ügyintéző aláírásától lett hulladék a jármű, később a végzésben nem számoltak hulladéknak. Erről, hogy útközben mikor lett nem hulladék a leadott autóimból, arról nem kaptam semmilyen papírt, meg semmilyen magyarázatot tulajdonképpen. Megint csak nem tudom, nem tudhatom gyakorlatilag, hogy mitől hulladék a hulladék. Mint mondtam, a hulladék törvény úgy van benne, bármilyen tárgy, teljesen mindegy, mindegyik hulladék törvényben kb. Így fogalmaznak, nem szó szerint idézem, de ez van nagyjából leírva, hogy bármilyen tárgy, ha részben vagy egészben elveszti a funkcióját, gyakorlatilag minden, ami picit is meghibásodik, mert részben elveszti a funkcióját, onnantól hulladék. Ezt az iPhone-t itt úgy vettem, hogy szét volt nyílva. Elvált a kijelző a háztól. El van benne nyalva az egyik csavar, nem lehet szétszedni. Na most, ha a gyártói metódussal nem javítható, ezt le kellett volna adnom hulladék megsemmisítésre? Ez hulladék? Összeragasztottam, pillanatra azt sok mindent megold. Azóta is használom boldogan. Ilyen is ehhez hasonló kérdéseket tettem föl, és mindegyikre valamilyen szinten kitérő választ adta. Hát jó, vagy azt mondták, hogy nem, meg még te is illegálisan csináltad. Amivel nyilván nem értek egyet. Persze én elszállítottam az autóimat, igen, én hibám volt, én voltam a hülye, nyilvánvalóan, de, mint mondtam, nem ismertem ezeket a törvényeket. És hát most, hogy menjek én szembe a hatósággal? Őszintén szólva. Mi okom lenne arra, hogy én azt gondoljam, hogy a hatósági ellenőr, aki mint kiderült csak ügyintéző, szakügyintéző, bocsánat, diplomája van, mi okom lenne arra, hogy a hatósági szakügyintézőnek megkérdőjelezzem a hozzáértését? Nem kérdőjeleztem meg, és ez igen sok pénzbe fájt nekem. Majd mindezek után kapok egy kusza átláthatatlan hulladék gazdálkodási bírságot, amiben 2+2 tonna hulladékról beszélnek, 2 tonna nem veszélyes hulladékról, amit nem is értek, mert egész végig nem volt szó nem veszélyes hulladékokról, csak a járműveimről volt szó, mint hulladék. Honnan szedték azt a nem veszélyes hulladékot, azt nem tudom. Én csak a járműveket adtam le. Úgyhogy még mindig ott a kérdés, hogy melyik törvény tiltja azt, hogy a saját autóimon, a saját telkemen kulcsolgassak, melyik törvény tiltja azt, hogy én tároljak autókat, melyik törvény tiltja azt, hogy én bármit csináljak az autóimmal, a környezetvédelem szem előtt tartásával. Mert az, hogy a hatóság nem talált semmiféle szennyezést, pedig aztán nagyon kerestek azért dolgokat itt, tehát azért, benéztek mindenhova, elég rendesen, az is azt bizonyítja, hogy itt környezetszennyezés nem történt. És nem azért, mert szerencsém volt, mert ennyi autó után, ennyi, láttatok mindent, minden ott a videóban, ennyi autó után nem a szerencsém múlik az, hogy a környezet nem szennyeztem, hanem azon, hogy figyeltem rá. Ennyi. Körültekintően jártam el. Bocsánat. Sajnálom. De egy valamire kaptam választ.
Hogyha nem viselkedek jól, jönnek, megnézik a talajt, és talajcserére köteleznek. Amelynek ára 28 000 forint per kilogramm szennyezett talaj. Plusz szállítás, plusz földmunka, plusz ugye vár a bírság, ami erre még rájön. Nice. Ja, egyébként voltam Tesco-ba. Megnéztem. Igazából néhány lépésre vannak az olajak. A kenyértől. Nem reklám, de a csiki chips az nem rossz. És az vásároltam is olajat. Látens környezetszennyezés. Hú, ez jön velem, köszi. Méghozzá fűrészgép láncolajat, amit beleöntöm a motorfűrészembe. Favágás közben a motorfűrész láncára fog szépen lassan fröcskölődni. Majd ezután a motorfűrész láncán keresztül a környezetbe, a fára, amit vágok, meg ilyenek. De az teljesen rendben van. Ja. Ez oké, hogy az én ügyem, mert ez az én bajom, stb. De, mint Adam is mondta már, ez nem csak rólam szól. Gondoljatok bele, ennyi erővel, ha szigorúan ragaszkodok ahhoz, amit elmondtak az ügyintézők, tulajdonképpen, ha csak otthon szereled az autódat, vagy nehogy Isten, van egy donor autód, ami egy bevett szokás egyébként veteránosoknál, mert nem lehet kapni alkatrészeket, és van, hogy egy egész autót meg kell venni egy darab kis ekkora alkatrészét. Ha van egy donor autód, akkor te onnantól autóbontós vagy, és illegális hulladékkezelő. És hát nyilván a hatóság nem tartatja be a törvényt, csak úgy magától, tehát leszarják. Egészen addig, ameddig egy kedves szomszéd, vagy egy kedves néző be nem jelent. Tehát gyakorlatilag van egy idióta törvényünk, amit rá lehet húzni bárkire, bármikor és bárhogyan. A hatóság azt nem tartatja be, csak hogyha nagyon muszáj, mert hát ki kell menni, most még egyik kaptunk egy bejelentést. Maradhatunk olyan légkondicionált irodába. Nem baj, jó, megbüntető a gecibe, tök mindegy. Valami után, valamit úgy is találnak, tök mindegy. Találnak egy vascsövet a fűben, bármit. Úgyhogy ez alapján bármelyik őtöket faszra húzhatják. Hát kérdem én, hogyha most ezt nem lehet. Olajat nem cserélhet az autón, ezt elmondta az úriember a hivatalban. Miért vásárolhatsz olyan terméket, amelyet te otthon gyakorlatilag ki se bonthatsz? Miért bontanád ki, hogyha nem használod föl semmire? Miért van az, hogy a Tesco-ban, a kenyértől, kvázi 15 méterre ott van az autógumi, az akkumulátor, az izzó, a fékolaj, a motorolaj, a váltóolaj, a fűrészgépolaj, minden. Bemehetsz és megveheted. De ha otthon kicseréled, illegális járműfenntartó tevékenységet végzel a hatóság szerint. Szerintem nem, mert a törvény azért ennyire, mert a törvény nem így fogalmaz. De hát nyilván ők értelmezhetik, ahogy akarják, én meg maximum csak a törvény szavát tudom mondani vissza is. Nem értelmezhetem, mert én nem értek hozzá. Ez kicsit túlzással ugyan, de olyan, mintha ugyebár a lőfegyverek tartása illegális, de ha bemész a kisboltba, akkor vehetsz 9 mm-es lőszert. Gyakorlatilag ez. Lőszert vehetsz, de nem használhatod és nem teheted bele abba, amiben való. Mert az már illegális. Vehetsz olajat, de ha olajat cserélsz, onnantól bűnöző vagy. És illegális hulladékkezelő, valamint illegális járműfenntartó. Hát jó, hogy a pártkönyvet nem kérték el ezek az autók mellé. Jó, abba hagytam a rage-elést, ez a videó így is már 2,5 óra hosszú lesz valószínűleg. Az élet megy tovább, a tartalmak potyadozni fognak. Most nyilván nem tudom mi lesz, mert semmire nem kaptam választ tulajdonképpen, ami nekem fontos lenne ahhoz, hogy tovább csinálgassam a kis hobbimat. Meglátjuk, aztán meglátjuk ennek az egésznek a végkimenetelét. Úgyhogy ezért volt, srácok, hogy nincs rendes content a csatornán. És nyilván láttam, hogy ti ennek hangot adtatok, és hát, kamuszhattam volna valamit, vagy tök mindegy, de úgy döntöttem, hogy hát a kussolok az még mindig jobb, mint hogyha össze-vissza elkezdenék hazudozni, hogy most úristen, jaj, mert nem érek rá, jaj, mást csinálok, stb. Amit eddig mondtam, hogy nem az autós tartalmak lesznek középpontban, az abból a szempontból is igaz volt, hogy azt amúgy is így akartam csinálni, csak nem úgy, hogy közben hatóságok kell baszakodnom. Emiatt nem haladtam semmivel, emiatt nem haladt elegendő mértékben a pótlak, ezért hogy gyakorlatilag mentálisan fejjel lefelé fordulva az elmúlt két hónapban. Live-olni is akartam, pont azon a héten, amikor jöttek az ellenőrök. Kurva jó volt.
utána már nem volt kedvem. Biztosan lesz rengeteg kérdésetek, nekem is van még mindig, tehát nagyon-nagyon sok a fehér folt ezzel a sztorival. Egyelőre elektrós tartalmak lesznek és pótlak. Az még egyelőre hatóságilag nem tilos. Tudom, hogy nem ezért vagytok itt, nem ezért iratkoztatok fel, nem ilyen lovat akartatok, de én sem ezért vagyok itt. Én sem erre iratkoztam fel azzal, hogy elkezdtem tartalmat gyártani YouTube-ra. Nem ez az a tartalom, amit én szeretnék csinálni. De ahhoz, hogy ez a csatorna életben maradjon, átvészelje ezt a nehéz időszakot, ez kell. Sajnálom. Ahogy halad tovább ez a shit show, én mindent fogok publikálni. Ha nyerünk, ha vesztünk, mindenféleképpen ki fogok rakni mindent, ugyanígy felolvasva a papírokat, mert ez az úgy nem csak rólam szól, ez minden magyarországi autószerető emberről, aki nem milliómos és nem tudja betolni az autóját egy megfelelő műhelybe, hanem szeretné magának otthon megcsinálni, nem is csak azért, mert hogy nem is tellene rá, hanem azért, mert autót szerelni jó, és a saját autódat megcsinálni, utána élvezni a saját munkádnak az eredményét, az kibaszott jó érzés, és mentálisan stabilan tartja az embert. Legalábbis én így érzem magam tőle. Aztán lehet, hogy tetves bűnöző vagyok valójában, és gépjármű bűnözést követtem el. Nem tudom. Majd a bíróság megmondja. Nyilvánvalóan tetszeni fog nekik ez a videó, nyilvánvalóan lesz ennek valamiféle visszássága, de úgy éreztem, hogy ennyivel tartozok nektek, meg ennyivel tartozok magamnak is, hogy ezt kiteszem, mindenféle maszatolás nélkül. Igen, vágott tartalom, de még így is, kurva hosszú és rengeteg. A következő bármi nemű fejlemény szeptember, október, november környékén várható, mivel nyilvánvalóan én most bíróságra fogom vinni ezt az ügyet, tehát beleállok teljes mellszélességgel, teljes gumicsizmamérettel. Nem fogom hagyni, hogy egy ilyen alibi büntetést rám sózzanak, és rám süssék az autóbontós plecsnit, holott sok minden voltam, de hogy autóbontós, meg bűnöző, na az nem. Úgyhogy a tét magas, srácok, nem csak nekem, mert így is sok milliós bukásom van ezen, meg hát hogyha még azt beleszámolom, hogy hogyan alakult volna a műsor, hogy én betárasztam ezeket az anyagokat nem véletlenül egy-két évre előre, gyakorlatilag hát 10 millió fölötti buktát könyvelhetek el magamnak, senki nem fogja ezt nekem megtéríteni. Nagy valószínűséggel. Optimistán állok a dolgokhoz, de mint tudjuk, Magyarországon a hivatalnak mindig igaza van, állítólag. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz ügy lesz. De bízom benne, hogy valamilyen szinten igazság lesz nekem szolgáltatva. Mert ez az eljárás, én nem érzem úgy, hogy ez szabályos volt. Az ügyintéző nem érzi úgy, hogy én ezt így nagyon meg kéne támogatnom, hogy az autóim nem hulladékok, akkor én is hadd érezzem már úgy, hogy az eljárás szar volt. Mind a ketten érző lények vagyunk, az ügyintéző is, és én is. És nem érzem úgy jelenleg, hogy én egy megfelelő eljárásban voltam, mondhatni a hatóság által feldolgozva. A következő ilyen kvázi kisember versus karhatalom típusú videóig, hát majd még erről lehet, hogy beszélünk, mert biztosan felmerülnek kérdések. Üdvözlöm a hatóságot, nyilvánvalóan megnézik ezt a videót, de csak azt mondtam el, amit ők is mondtak nekem, felolvastam, amit írtak nekem, meg felolvastam, amit én írtam nekik, meg hát kommentáltam. Az még szabad, nem? Addig is fogadjuk meg a hatóság tanácsát, zárt kapuk mögött, nem kell kirakni a netre, és akkor biztosan nem lehet belőle baj. Mert hát véletlenül sem a törvényeken múlik, hanem egy rossz szomszédon, vagy egy kedves nézőn. Ennyi. Sziasztok! Vagy valami. Az állam a vallás, mert nem hiszem.